Kedves barátaim, én visszaülök az asztal köré, ugye ez egy kerekasztal beszélgetés, a moderátor én leszek, kicsit az ülésemmel fogom ezt jelezni. Mindannyian olvasnátok a bevezető szöveget, nyilván ezt nem fogom felolvasni, de kiemelnék, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy innen fogok kiemelni olyan kérdéseket, melyek föltehetően messze nem csak az én kérdéseim. A három gondolatot pendítenék meg, három kérdést intéznék a kerekasztal beszélgetés részvevőihez, Heller Ágneshez, Mártonfi Marcelhez és Donát Lászlóhoz, most így az ülési sorrendben. Az egyik gondolat, hogy Auschwitz többek szerint, mondjuk Pilinszky, Johann Baptist Metz és Kertész és mások szerint lezárhatatlan, és ezért a feldolgozás helyett az emlékezést tartják optimális megoldásnak. Itt a kérdés, illetve hát az emlékezés, mely ugye gyógyítása lehet a kulturális amnéziának. Az első kérdés tulajdonképpen az lenne, hogy milyen fajta emlékezés és milyen mértékben lehet gyógyír a kulturális amnézia számára. A másik gondolat, ez Rahner, de Metz is hasonlókat írt, hogy a teológiának készen kell állni arra, hogy az Istent, hozzateszem én a teodíciát érintő kérdésekbe, mindenkit meghallgasson. Itt nagyon fontos a mindenki, tehát messze szélesebb kör, mint a teológusok, akár mint a felekezethöz tartozó teológusok, akár mint a vallásos emberek. És ebben az értelemben Kertészt is érdemes meghallgatni, már csak azért is, mert én szerintem ez most Kamarás István, de azért másokat is ismerek, akik így gondolják, Metz habitusához közel állóan érezhetjük az övét. De itt igazán ezzel kapcsolatban a bevezető szöveg, hogy mennyiben válasz a teodíciára, válasz-e egyáltalán, és ha az, milyen értelemben a sorstalanság, Kertész Imre regénye. A harmadik gondolat és ehhez kapcsolódó kérdés, itt viszont Heller Ágnest idéztem a szövegbe, hogy kinek tetszik vagy nem tetszik a Nobel-díjas regény merőben, ízlés kérdése, egy nem tetszik, itt abszolút nem szentségtörés. Ám ettől függetlenül az angyali sugallatra írt sorstalanság szent könyv. Idáig az idézet Heller Ágnestől, és én hozzáteszem, hogy aki nem tanúsít kellő tisztelettet a kertészi kompasszió iránt, az talán szentségtörést követ el. Jó lenne arról is beszélni, és még erről kicsit először majd Heller Ágnest részlet megkérdezni, hogy milyen értelemben is tekinthető szent könyvnek a sorstalanság. Akkor, ha megengeditek, vágjunk bele, és akkor a legelső kérdés, hogy milyen orvosságot javasolnak a beszélgetés résztvevői a kulturális amnézia gyógyítására, ami hát azért elég erőteljesen kitapintható mindenütt Magyarországon is. Kezdjük. Igen. Valamikor Adorno azt írta, hogy Auschwitz után nem lehet verset írni. Ezt így nem állta meg az idő próbáját, hogy fejem ki magamat. De az igaz, hogy Auschwitzról nem lehet verset írni, Auschwitz nem lehet megfesteni, Auschwitzról nem lehet regényt írni, Auschwitzról nem lehet drámát írni, és nem lehet filmet csinálni. Ezért mondták mindazok, akik Auschwitzot járták körül a műalkotásokról, Kertész Imrétől egészen a Saul fiának az alkotóiról, hogy a
könyv nem Auschwitzról szól. Auschwitz voltak éppen ábrázolhatatlan, mert magasabban áll minden ábrázolásnál. Tehát csak körülírni lehet, csak érzékeltetni lehet, de reprezentálni nem lehet. Ugye, vagy ha reprezentáljuk, akkor ebben nem prezentáljuk. Körülbelül ezt mondta Kertész Imre, amikor Golgotához hasonlította Auschwitzot. Utoljára azt mondjuk, hogy Golgota, hiába ábrázolták a Golgotát 100 000-en festészetben, a szó, hogy Golgota magasabban áll, mint minden, amit festettek róla, mert 1000 más lehet festeni róla, és még mindig magasabban fog állni, mint minden festmény. Erről van szó, és ezt mondta a Kertész Imre, azt mondjuk, hogy Auschwitz, akárhogy ábrázoljuk, regényt írunk rá, könyvet, drámát, akármit, filmet csinálunk, az a lényegében csak körüljárjuk azt, hogy Auschwitz. Mert Auschwitz, mint olyan magasabban áll, nagyobb jelentőségű szó minden ábrázolásánál, mert 1000 különböző módon lehet ezen kívül még ábrázolni. Ezért mondhatjuk, hogy azok a könyvek vagy ábrázolások, amelyek körülírják Auschwitz, valamilyen módon szent könyveknek tekinthetők, bár lehet, hogy ez vitatható, mert Auschwitz maga szakrális esemény. Szakrális esemény azért, mert a nácik nem egyszer népet akartak kiirtani, egy vallást akartak kiirtani. Ez a szakralitás Auschwitznak. Lényegében monoteizmust akarták kiirtani, nem egyszer népet akarták kiirtani. És egy meg sokszor megírtam, a kereszténységet is ezzel ki akarták kiirtani. Vissza akarták szerezni a terepet a pogány germán isteneknek, voltának és egyebeknek, hogy szűnjön meg már ez a zsidó keresztény etika, és mindaz, ami azzal jár, és mindazok az értékek, amiket az hordozott, ezeknek szimbolikus meggyilkolása, a zsidó kérdés végső megoldása. Ez a szakralitás az alapja annak, ami Auschwitzról szól, tehát nem csak népirtásról van szó, arról is sok népirtás történt sajnos a 20. században, hanem egy szakrális cselekmény volt, egy vallást akartak kiirtani, nem egyszer egy népet. Ezért merül fel éppen Auschwitzsal kapcsolatban a teodicea kérdése. Mások nem vetik, nem kérdezik, mert akkor kétségtelen örmények ellen népirtást követtek el, de nem kérdezik, hogy Isten hogyan hagyhatta ezt megtörténni. Auschwitz-szal kapcsolatban azonnal a kérdés felül fel, hogy Isten hogyan hagyhatta ezt megtörténni. Hogyan hagyhatta cserbe saját kiválasztott, vagy választott, vagy kijelölt népét? Ez a kérdés. A hagyományos válaszok nagyon különböző modifikáció, módosulásokra mindig megpróbálják újra fogalmazni a Leibniz régi kérdését, Leibniz válaszát, így Hans Jonas, és fogalmazott a teodiceát, ő azt mondotta, hogy Isten jó, de nem mindenható, mert mikor a szabad választás lehetőséget, jogát átadta az embernek, Ádámnak és Évának. Az ember szabadon választhatja a gonoszt, épp úgy, mint a jót, és utána szabadon választhat. Istennek ebben a választásban nincsen szava, nem lehet szava, mert éppen ez az ember szabadsága, hogy szabadon választhatja a gonoszt. Leibniz annak idején megkérdezte, hogy hogy lehet ilyenkor azt mondani, hogy ez a világ minden világok legjobbika, és azzal azt válaszolta, hogy egy világ, amiben nincs szabad választás, ennél a világnál is rosszabb lenne, tehát ez a világ minden katasztrófa együtt a lehető világok legjobbika. Na most Jonas ugyanaz utóbbi következtetés nem írja alá, de azt mondja, hogy Isten lemondott a mindenhatóságról, tehát mikor Auschwitzot látta, akkor sírt, Isten sírt, de nem tudott rajta segíteni. Erre Levinas felháborodva válaszol, Levinas azt mondja, Istennek nincs szüksége védelemre, Istennek nincs szüksége igazolásra, és ezért volt, hogy elvett mindenféle teodíciát azon az alapon, hogy el kell Isten fogadnunk úgy, ahogy van, és semmifele igazolásra szüksége nincsen. Ez a Levinas álláspontja. Hát önöket megkérdezem akkor a beszélgetésben, hogy kinek adnak igazat, hogy létezik olyasmi, megismételhető a leibnizi teodícia manapság, vagy igazán Levinasnak, aki erőteljesen kijelentette, hogy Istennek semmiféle igazolására szüksége nincsen. Csak ennyit az első kérdésre vonatkozóra. Nagyon szellemesen megfordította a három kérdés sorrendjét.
Heller Ágnes, és azt hiszem, hogy tulajdonképpen így értelmezi ezt az egész kérdést, és tulajdonképpen nem is tehetett mást. Talpára állította ezt az én mesterkért kérdés piramisomat, de hát mit szóltok ti hozzá? Én szeretnék egy kicsit most szó szerint visszatérni az első kérdésre, tehát az emlékezet kérdésére és arra, hogy hogyan orvosolható a kulturális amnézia. Azt gondolom, hogy talán nem baj, hogyha az emlékezet szót rögtön ketté osztjuk, az emlékezet minimum két fajtájára. Az egyiket talán ügyetlenül mondjuk az emlékezet vulgáris vagy hétköznapi fogalmának nevezhetjük, mégpedig olyan értelemben, hogy mire emlékszünk, amikor a történelemre emlékszünk, és én először mindenfajta mondjuk a szakralitást érintő diskurzuson kívül nagyon fontosnak tartanám, hogy akár a Auschwitznak a vallási megfontolása is, hogy mit jelentett a zsidóság és természetesen a kereszténység üdvtörténetében Auschwitz eseménye. Tehát mindezek előtt azt gondolom, hogy egész egyszerűen nagyon nagy szükség van egy korrekt történettudományra. Tehát egy olyan történettudományra, amelyik nem elfedni akarja a tényeket, nem relativizálni akarja, amely pedagógiai programmá képes alakítani a saját ismereteit, és amely egy politikai térben tulajdonképpen érvényre kellene, hogy juttassa önmagát és egyáltalán magát az ismeretet. Nyilván nem kivonva mindezt a vitákból, mert mindig lesz ellentörténettudomány is, olyan, amelyik másképpen árnyalja, vagy éppen akár tagadja mondjuk a holokausznak egy csomó tényét, vagy másképpen építi fel az oksági magyarázatát, de azt hiszem, hogy az emlékezet gyógyításának egy kihagyhatatlan lépcsőfoka az, hogy a tényekkel megismerkedünk. És akkor itt azt hiszem, hogy nagyon messze vezető kérdések következnének, hogy milyen lehetőség van erre mondjuk a jelenkori társadalmi politikai konstellációban, vagy abban, ahogyan mondjuk uralkodó módon a hagyományt, vagy egy nemzeti hagyomány szokás értelmezni nálunk, de ez egy ilyen alapszintje lenne a dolgoknak, a ténytisztelet. És a másik viszont az emlékezetnek az a szakrálishoz közelebb álló fogalma, amely szerint emlékezet közösségek vannak, amelyek számára bizonyos tényei a történelemnek, amely egyúttal Isten története is a világban, súlyponti tények, és itt azoknak az emlékezet közösségeknek van kiemelkedő szerepe, amelyek a zsidó szentírási hagyományban gyökerező emlékezetközösségek, a zsidóságnak és a kereszténységnek, és annak az emlékezetformának, mondjuk nem csak kulturális, hanem kultikus emlékezetformának, amely folyamatosan szembesül a teodicea kérdésével. Na most itt egy pillanatra, hogyha Heller Ágnes előző szavaihoz szabad kicsit vitatkozva hozzászólni, azt hiszem, hogy ez a dihotómia, hogy gondolkodjunk-e Isten igazolásán, vagy pedig, mint Levinász, egyfajta nem is annyira gyermeki, mint inkább etikai bizalommal arról beszéljünk, hogy egyedül a másiknak a befogadása fontos, és nem az Isten kérdés egyfajta, mit tudom én, dogmatikai vagy filozófiai rákcsálása, mert hiszen nem fogunk előbbre jutni bizonyos logikai paradoxonoknál, és előbb-utóbb kudarcba fullad, vagy zsákutcába fut az Isten igazolására irányuló kérdésünk. Én azt hiszem, hogy a teodiceának önmagában is szintén két értelme van, ami nem egészen úgy vetődik csak, hogy teodicea vagy nem teodicea, hanem úgy is, hogy milyen értelemben teodicea. Nyilvánvalóan az a klasszikus igazolási kísérlet, amely hát triumfalista tónusban tulajdonképpen igyekezett kihozni, mint egy a filozófia eszközeivel azt, hogy valamiképpen a mindenhatóság mégis igazolható minden rossz ellenére. Ez szemben áll a teodicea, mint probléma ébren tartásával, amikor az emlékezetünk
nem felejti el, hogy ezzel a kérdéssel mindig csak mint megoldhatatlan kérdéssel tudunk válaszolni. Tehát amikor nem kirekesztjük a kérdést magát, vagy fölöslegesnek tartjuk, hanem mind kérdést fenntartjuk magunkban, és így például a kereszténységen belül azt a repedést vagy rést, ami a bizonyosságainkat elválasztja a tapasztalatunktól. Vagy mondjuk így, hogy az Isten jóságába vetett hitünket a radikális rossz cáfolhatatlan tapasztalatától, és akkor itt bizony a válaszaink fogyatkoznak, és a kérdéseink szaporodnak, de nem hinném, hogy ez például vallási szempontból egy inadekvát, vagy egy tarthatatlan magatartás volna. Köszönöm szépen. Én is azt hiszem, hogy visszatérek az első kérdéshez, már mint a kulturális emlékezet gyógyításához, vagy gyógyító voltához. Azzal, hogy az ember az, amire emlékezik. Igazából az a kérdés, a súlyos kérdés, hogy a tények és az én emlékezetem hogyan viszonyul egymáshoz. El kell fogadnom azt, hogy a bizonyos idő után nem ismerhetők meg a tények. Bizonyos idő után az sem ismerhető meg számomra, amit én magam csináltam. Az ember saját maga számára is x év elteltével megpróbálja javára magyarázni mindazt, ami történt. Bizarr módon még az is megtörténhet, hogy tényleg nem úgy történtek, ahogy a másik mondja, és nem úgy, ahogy én emlékezem, de a kettő együtt sem igaz. Mondok egy példát, ami nem olyan régen, pár napja itt a szomszédságban esett meg, és álltam és tűnődtem a Nagy Imre szobor tövében, ahol kevesebb ember volt, mint most itt. Én szolidaritásból elmentem, a délelőttit éreztem igazából magaménak, amit a öcsém szervezett a Gyorskocsi utcától a 301-esig, de én a sznagovi gyerekek között nem teszek különbséget. Ha egy másik sznagovi gyerek, ebben az esetben Jánosi Katalin, délután 5-re szervez egy másik demonstrációt, oda is el kell menni, én a Jánosi Kati emlékezetével is sorsközösséget akarok vállalni. De senki más. Most itt az a kérdés, hogy vajon ki emlékszik jól sznagovra? Párhuzamosan állítom be a dolgot, annak érdekében, hogy nyilvánvalóvá váljék, hogy még ott, ahol egy oldalon lennének is az emberek, az emlékezet, ott is nagyon erősen eltér. Mi több, az, hogy gyógyító-e vagy sem, azt gondolom, hogy mind a két ember számára, akik egyébként különösebben mostanában nem kedvelik egymást, tehát az öcsém és a Jánosi Katalin, mind a kettő számára a megjelenésem kvázi gyógyító, megerősítem őt abban az emlékezetében, amilyen neki van. De az én emlékezetem nem sem a Donát Ferencé, már az ifjabbiké, sem a Jánosi Kataliné, és egyáltalán nem vagyok róla biztos, hogy az én emlékezetem a tényeknek megfelelő emlékezet. És mielőtt abba a bűnbe esnék, hogy álltam annyira szeretett Heller Ágnessel vitába szálljuk az Auschwitz szentsége kapcsán, ami hát ugye a szó kapcsolat, Isten gyalázás. Ha lehetek ennyire ironikus, még egy percre maradjunk az emlékezetnél. Tudnélik, a teljes szentírás nem más, mint emlékezet. Ha arra gondolok, hogy a világ teremtésétől a babiloni fogság utáni időszakig, ha tetszik, ugyanezek nem kanonizált művek, de fogadjuk el, hogy a Makkabeusok könyvei, meg a Jézus, Sirach Jézus fia, vagy Jézus és Sirach könyv is ide számítandó, a Krisztus előtti második évszázadig nyúlik egyfajta emlékezet. Ez az emlékezet nem azért szent emlékezet, mert valamilyen angyal sugalmazta volna. Én azt is kétlem, hogy Kertész Imrének angyal sugalmazott volna bármit, annyira azért ismertem, hogy ebben kétségeim merüljenek fel, mint ahogy Kassáknak, vagy József Attilának sem gondolom, hogy angyal sugalmazott volna.
De azt igenis gondolom, hogy amit leírt, az abban a leírtságában találkozik az én Auschwitz élményemmel is. Ez most egy más kérdés. De visszatérve a Szentíráshoz, ez nem más, mint az időben állandóan változó és a térben is ide-oda vándorló szakrális közösségnek az a minimuma, amely a hitét és a sorsát determinálni fogja. Zsidó az, aki Izrael eme leírt és Krisztus előtt 200-ban nagyságrendileg kanonizált gyűjteményére rábólint. Hogy mennyire ez sem igaz, amit én most mondok, bizonyítja, hogy lehetnek női rabbik. Mi több, én nagyon kedvelem őket, néhányat ismerek. És egy női rabbi a puszta léténél fogva nem bólint rá arra, amit az előbb elmondtam. Nagyon-nagyon óvatosan kell ezzel bánni. És még egy harmadikat is mondok, megint csak nagyon személyeset, hogy világossá váljék ennek az egész kérdésnek a elképesztően szenzitív volt, és az, amitől a kérdésületés teljesen jogos. Az én édesapám Jászárokszálláson született. Ameddig élt, nekem Jászárokszálláson messze volt, mint Jeruzsálem. Tudtam, hogy létezik egy ilyen nevű, akkor még község, de soha az apám engem kézen nem fogott, soha nem mondta azt, hogy menjünk el az innen 80 kilométerre lévő faluba, hogy megmutassa nekem a szülőházát. És nem mondta, hogy menjünk el Jászberénybe, ahol majd most október 23-án, mert hogy ott érettségizett az állami Lehel-vezér gimnáziumban, emléktáblát helyeznek el, azt se akarta, hogy lássam. Az én apám úgy döntött, hogy semmit abból, ami az ő gyermekkora és ifjúkora, ami megelőzi az ő pesti Pázmány egyetemi éveit, a márciusi frontot, a kommunista mozgalmat és minden egyebet, amelyről ő maga mesélt nekem, erről csak a szüleiről mesélt. Semmi másról. Nem akart, hogy emlékezzek. Az élet iróniája, hogy 95-től fogva, ha nem is havonta, de 2-3 havonta zarándoklatszerűen megyek vissza Árokszállásra és Jászberénybe, már a néném, akit nem pár évvel ezelőtt apám húgát eltemettük, ő csak így mondta, hogy Jászberény, és folytatódik az emlékezet. Egy láncszem kimaradt, és erre én azt fogom mondani, nem azért, mert evangélikus lelkész vagyok, hanem azért, mert a saját magam testi, lelki élményéről van szó. A szent hagyomány, a családunk szent hagyományából egy láncszem kimarad, aminek oka van, és éppenséggel az az oka, amiről itt most beszélünk, ez megszakadt, és mégis attól válik a hagyomány, és ez a fajta emlékezet megszentelté, hogy nem egyszerűen az emberi igyekezet, vagy törekvés, vagy moralitás, vagy bármiféle egyéb kézzelfogható szellemi, vagy történelmi érdek motiválja a lánc folytatását, hanem egy olyan meggyőződés, amely nem hajlandó elfelejtkezni Donát Jákobról, vagy Jakabról, az én dédapámról, aki ugyan Jászberényben született, és ott is van eltemetve, mint az első polgárjogot nyert zsidó Jászberényben, aki az én apámnak a nagyapja volt. Még egy mondat a további gyógyításról. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy kikinek legyen szabadsága. Nem a Leibniz értelemben tudnélik, ha egy mondattal megint csak a magam meggyőződését pontosíthatom, nem azért kételkedem én a szabad akaratban, vagy az ember szabad választási lehetőségében üdvösséges dolgokat illetően, mert Martin Luther erről a legfontosabb művét írta, De Servo Arbitrio címmel, kontra Erasmus, hanem azért, mert a magam antropológiai látása szerint, ami nem egyezik a tieddel, azért vagy te az Isten bohóca, én meg az, ami. Igen, igen. Mert az én látásom szerint az ember csak rosszat tud választani. És újra csak még rosszabbat fog választani.
Mi több, nagyon komoly kétségeim vannak az ember megtérését illetően. Kizártnak tartom, hogy bárki az üdvösségért egy szalmaszányit tudna tenni. Sokkal több a negatív tapasztalatom az emberrel kapcsolatban, az ő saját humán életterében, és most nem politikai dolgokról beszélek, hanem a mindennapi élet történését illetően, mint pozitívak. Tehát igenis azt gondolom, nem az Isten szorul itt magyarázatra, sem Jób esetében, sem Auschwitz esetében, hanem nekünk kell szembenézni azzal, hogy elég undorító végterméke vagyunk a darwini láncnak, mindazzal együtt, hogy volt egy ember, és ez is személyes élményem, ott voltam szinte utolsó pillanatáig, a haláláig, és közismert emberről van szó, Őrsi Istvánnak hívták, akinek szintén megvoltak a mai estéhez, este témájához illő gondolatai, bárki megtalálja versben, prózában, publicisztikában, sőt még drámában is, akinek az élet utolsó 15 évét a legintenzívebben Jób érdekelte, és aki nálam sokkal durvábban mondta el ugyanezt, de ebben egyetértettünk. Ez a különös, ki tudja, én nem merem még halála után 10 esztendővel sem besorolni, bár itt zárójelben jegyzem meg, mert a tények tényleg nagyon fontos dolgok, hogy éppen június 16-án lett volna 85 éves, ha nem hal meg időnek előtte. Ebben mélységesen egyetértek vele, hogy az ember radikálisan rossz, és ezen voltán önmagától semmiféle változás, semmiféle gyógyítás nem segít. Köszönöm szépen, nagyon kálvinista gondolatokat, amik nem illettek az evangélikus lelkészhez azért. Igen, ugye, bocsánat, hát az ember radikális rossz volt, tehát empirikusan cáfolom. Empirikusan mindenki ismer jó embereket. És ha végignézzük, akkor Auschwitz történet, akár minden koncentrációs tábor történetét, mindig vannak benne jó emberek. És akik túléltek, mind azt fogják mondani, egyhangulag azt mondják, Primo Levi-től kezdve, hogy életüket egy jó embernek köszönhetik. Ahogy Primo Levi is azt mondta, nem az a darab kenyér, amit nekem adott, hanem hogy vannak még olyan emberek, akiknek fontos az együttérzés, a karitász, ugye? Akik jók, és mindig vannak jó emberek. Nem igaz, hogy mindannyian radikálisan gonosznak vagyunk, és a Bibliából se vonhatod le ezt a következtetést, mert ugye a jó és rossz közötti választás, mondhatjuk, hogy Káin választotta a rosszat, megölte a testvérét, igen? És kinek lett volna nagyobb ok arra, hogy megölje a testvérét, nem Ézsaunak? És mikor Jákob előtt állt, és lehetősége volt, hogy megölje, oda ment hozzá, s átölelte. Neki is volt szabad választása. A Biblia mind a kettőre mond példát. Van, aki a rosszat választja, van, aki a jót. És ha nem hiszel ebben a lehetőségben, akkor igazolsz minden gonoszságot. Ne haragudjál. Akkor igazolod, mert benne van a természetünkben. Én a fiatal Szent Ágostonnal, nem a későbbi Szent Ágostonnal vagyok, a fiatal Szent Ágoston írt egy jó könyvet az akarat szabadságáról, később ezt visszavonta, ez más lapra tartozik, de én ezt a korai könyvet egy nagyszerű könyvnek tartom, és ott igazolja azt, amit mondom. De nem, csak ezzel akarok veled vitatkozni. Két másik dologgal. Az egyik, hogy azt mondod, ha azt mondjuk, hogy az Auschwitz egy szakrális történet, ez Isten káromlás. De hát akkor a keresztre feszítés is Isten káromlás. Ugye ez, de nem az. De nem az. Mindig mondhatod, legyen meg a te akaratod. Mindig mondhatod ezt, és nagyon sokan mondják is ezt. Ehhez nem kell teodicea. A másik kérdés, az emlékezet, az egyéni emlékezet, a kollektív emlékezet, és a kulturális emlékezet nem azonos emlékezetek. Az egyéni emlékezet, amiért te emlékszel, egy emlékezet foszlányok, összerakod őket, történetet falak belőlük, te elmondtad, hogy Nagy Imrével kapcsolatban, a te fejedben milyen történet alakult ki, más fejben más történet alakult ki. Ez kollektív emlékezet, mindjárt éltünk Nagy Imre
korában, és mindolyan más emléket hordozunk, de mindenki kicsit másképp írja le, amit tapasztalt ugyanakkor. A kulturális emlékezet más. A kulturális emlékezet szövegekben való. Ezek a szövegek lehetnek képek, leírtak mondjuk például a kereszténység, itt vannak az evangéliumok. Ezek szövegek. A történelmi emlékezet más. A történelmi emlékezet történet tudósok mondjuk megmondják, hogy milyen volt a helyzet Jézus korában, hogy ez lehetséges, vagy nem lehetséges, Szanhedrin akkor nem ült össze, ezt minden történész nagyon jól előadja, megtanulhatjátok, de mint keresztények azért nem ez a szöveg. A szöveg azért az új szövetségben van, és nem abban, ami történik. Mind a kettő. Ugye mind a kettő, ha történelmet akartok, arra emlékeztek, egyik szövegről beszéltek, a szakrális emlékezet a másik szöveg. És azt a másik szöveget hordozza a közösség. És szakrális emlékezetnek a sajátosság az, hogy jelen idejű. Hogy mindig jelen idejű. Hogy ami történt, az nem valamikor történt, tehát mindig most történik. Ahogy ugye Széderesre mondjuk, mindig a Széderes imádkozik, hogy nem tudom, 3000 év előtt jöttek őseink Egyiptomból, hanem ma, most, ebben a pillanatban jöttek Egyiptomból. És ahogy karácsonyon, nem azt mondjátok, hogy mondjuk Jézus 2000 évvel ezelőtt született, vagy 2016 évvel született, hanem mindig most születik meg. Mindig most születik meg. Ez különbözik a szakrális emlékezet, mert mindig jelen idejű. Jeleníti a múltat. Ugye megszűnik a távolság a múlt és a jelen között. Mi vagyunk azok, akik akkor ott voltak, és ott látták, és ott tapasztalták. Úgy ebből a szempontból ez nagyon fontos a megkülönböztetés. Visszatérve Auschwitzra, a szövegek hordozzák Auschwitzot is. Ugye, de van, lehet, hogy nem mindenki részese van a szakrális emlékezésben, de ugye minden szakrális emlékezet egy közösségnek az emlékezete. Ugye keresztény közösségnek, ugye az muszlimok másképp emlékeznek, ugyebár ezekre a történetekre bizonyára nem így, úgyhogy van egy közösségi aspektusa ennek a szakrális emlékezetnek, de szövegekben van jelen. És az, hogy amit most Iszlágyer Kertész Imrével, hogy írt egy regény Auschwitz körül, nem Auschwitzról, hogy a Saul fia egy film Auschwitz körül, nem Auschwitzról. És számos vers született Auschwitz körül, nem. Ezek a szövegek hordozzák. Ezek a szövegek mit hordoznak? Ezek a szövegek szakrális emlékezetet hordozzák. Ezek nem a történelmi emlékezetet hordozzák. Egyik se írja le, hogy milyen totalitárius állam, egy totalitárius állam milyen eszközöket alkalmazhat, hogy mi egy koncentrációs tábor, úgy általában nem ezt írják le, nem azt kérdezik meg, hogy lehetett, hogy Hitler uralomra került általában, vagy akár hogy lehet, hogy Stalin uralomra került általában, mi volt a feltétele, a pártok közötti konfliktus, ez a történészekre való. Ami a szakrális emlékezet nem a történelemre emlékszik, hanem arra emlékezik, ami szakrális ebben a történetben. És azért azt hiszem, hogy ez két különböző történet, amiről beszélünk. Az egyik a kollektív emlékezet, Nagy Imre, stb. A másik a szakrális, nem ugyanaz. Nem ugyanaz a majd mondja. Egy fél percre, mert... Na. Vitatkozzunk csak. Nem vitatkozni akarok, de a gond abban áll, hogy pont a Szentírás esetében a történelmi emlékezet nem attól válik izgalmassá, hogy úgy történt-e az egyiptomi kivonulás, az exodus, vagy a honfoglalás, vagy Dávid, vagy Becsebe, amit akarsz, hanem attól válik szakrálissá, hogy egy valamikor élő közösség azt a saját magainak jelen időben ismeri el. És valóban a Pészach esti kérdéseknél a negyedik, az ostoba gyerek az, aki ti, és nem azt, hogy mi. Ez a közösségnek a jelenidejű elismertséget teszi a valamikori történelmi tényeket szakrálissá. Most az Aszman egy nagyon érdekes dolgot, szépet mondott erről a kérdésről, amit a szakrális emlékezetről, és azt mondja, nem az a kérdés, hogy igaz-e történetileg, ami a Bibliában le van írva. Mert ez nem tényigazság, hanem performatív igazság, hogy maga a szöveg teremti az igazságot, nem tükrözi az igazságot. Tehát más igazságfogalommal kell dolgoznunk. Ez a performatív igazság. A performatíva válik, valóságosságá válik a performatív. A funkciójában azt, ami a
mondjuk a kollektív memóriában és a szakrális memóriában mindig jelen időben van. Jól, persze hivatkoztál okosan a buta gyerekre, aki ezt a hülye kérdést felteszi. És még mielőtt a drága pápista Marcel barátom megvilágítja Szent Ágoston a kifjúkori és későbbi relevanciáját a gondolatait kapcsán, annyit azért hadd mondjak kicsit súlyosabban véve azt, amit mondtál, hogy nem. Ha éppen Primo Levit idézed meg, Primo Levi, mint Jean Améry és a többiek, Paul Celan, mind öngyilkosok lettek. Tehát nem lehet ezt, ami ott történt, valami olyan szentségi magasságba emelni, ahol a dolog egy idő múltán vagy folytán éppen azért, mert Isten mindenkinek az Istenek ki fog egyenlítődni. Bocsánat, ez nem megy. Bocsánat, tehát, meg azért lettek, nem mondom, hogy az öngyilkosság persze nincs közvetlen oka, de viszont van egy repetíció. A túlélők öngyilkosság bűntudat. Bűntudat, a túlélés bűntudata. És kialakította ki bennük a túlélés bűntudatát. De mi? Pontosan az emlék, a szakrális emlék. Na hát erről van szó. Az alakítja bennünk ki a túlélő. Minden túlélőnek van bűntudata. Mások haltak meg helyettünk. Ugye ez a túlélő bűntudata. Adom a szót Mártonfi Marcelnek. Érzékelheti a kedves hallgatóság, illetve hát nyilván már nagy kedvük lenne már részt venni aktívan a beszélgetésben, hogy hát nem hárman háromfélét, hanem négyen négyfélét, mivel engem leleplezett itt Donát Laci, gondolunk, és ez így nagyon jó. Megkérem Marcelt, hogy van mire reflektálnia, de esetleg még szője bele a válaszába, és a többiek is két mozzanatot, hogy az emlékezés tulajdonképpen optimális esetben, kérdezem, nem az emlékezők, a különböző emlékezések egymással folytatott párbeszéde. Másik mozzanat, amire rá szeretném kérdezni, megnéztem a elmúlt két heti tévéműsort, csak a szórakoztató műfajokban, itt most a sorozatoktól eltekintek, van egy sajátossága, hogy ott abban nem lehet túl sok borzalom, mert akkor azt nem lehet folytatni, meg kihalnak ugye a szereplők, de az összes többi film, most itt commerce műfajokról van szó, ezek 90%-ban a szenvedésről szólnak. Persze hát horror és hát egyéb gyilkosságok formájában, és hát ha megnézzük úgynevezett szórakoztató irodalmat, körülbelül ilyen arányok jönnek ki, és akkor ehhez képest itt van a sorstalanság, és hát mindazok a művészi alkotások, amelyeket ti felsoroltatok, idéztetek, és igen, tehát nem Auschwitzot úgy, mint egy dokumentum, film vagy regény, hanem, hogy annyit mondtad, Auschwitz körül. Ezek a művek ugye azért lehetnek szentnek tekinthetők, angyal által sugalmazottnak, én a Szentléleket tenném az angyal helyébe, de ugyanannak a metaforája lehet, mert ugye valóban az egész valamiképpen tényleg a lét szintjén jelenítik meg érzékletesen azt a fajta gyógyító emlékezést, ami valóban hát hatással lehet az emlékezőkre, természetesen automatikusan nem eredményez a sorstalanság elolvasása. Én foglalkoztam ennek a regénynek a recepciójával, fogadtatásával, majd a köztünk lévő irodalmát meg is ajándékozom ezzel, de mindenképpen komoly esély van arra, a gyógyító emlékezés kegyelmébe részesüljön a befogadó Marcel Barancsak. Hát én szinte szégyellek hozzászólni ehhez az igen szenvedélyes vitához, ami kialakult körülöttem, mert ez a vita az úgy szólván a szenvedélyessége folytán magában hordozza a saját tanúság értékét és a saját igazságát, magának a szenvedélynek és a tanúságnak az igazságát, nem a
tényeken kívül, hanem azokon messze túl, mint egy a maga transzcendens méltóságában, és ahhoz képest egy borzasztóan földhöz ragadt, vagy úgy szóván blazírt dolog, amihez én itt visszatérni szeretnék, és nem igazságot osztva, hanem mert folyamatosan tanulok abból, ami elhangzik körülöttem. Tehát kicsit Donát Lászlónak is igazat adva egy bizonyos dologban, és Heller Ágnesnek is, anélkül, hogy hozzácsatlakozva Donát Lászlóval szembe egységfrontot próbálnék alkotni, vagy fordítva. Tudnilik az emberi gonoszság, illetve jóság, vagy lehetséges, vagy potenciális, vagy jóra nevelhetőség kérdésében. Én annyiban érteni vélem, nem mint hogyha Heller Ágnes nem érteni, de mint egy azonosulni is tudok Donát Laci radikalizmusával, hogy azért Auschwitz, mint nem csak a zsidóságnak, hanem a kereszténység saját történetének is a tapasztalata, ugye van talán Elie Wieselnek ez a nevezetes mondása, hogy Auschwitzban nem a zsidóság, hanem a kereszténység halt meg, vagy pusztult el. Ez a maga radikalitásában megint csak egy nagyon éles és szemnyitogató mondat, de hogyha azt nézzük, hogy Auschwitz, mint metonímia, tehát egy valamit helyettesítő, vagy nagyon sok minden helyett álló név, a kereszténységen belül mi mindent szólít meg, vagy mi mindent érint meg, akkor talán arra is gondolhatunk, hogy a kereszténységek az önmagáról való tudását, egyfajta önérzetét, vagy önhítségét rendítettek, nagyon leegyszerűsítve. Azt szoktuk gondolni, hogy például a szeretet parancsal csak az a problémánk, hogy túl radikális, tehát hogy a gyakorlati alkalmazásában elmaradunk mögötte, olyannyira paradox, szeresd ellenségedet, hogy bár elvileg egyetértünk vele is, így szeretnénk cselekedni, de ez nem szokott sikerülni, mert egy picit gyengék vagyunk. És ugye a 20. századi, tehát a zsidóság ellen elkövetett népirtás az arra figyelmeztet, hogy a szeretet parancs minimumának a teljesítésében is alul maradt a kereszténység a saját eszményeivel szemben, nem csak egy ideális magassági pontot nem tudott elérni, hanem mondhatni cson nélkül, vagy átmenet nélkül vegyült benne a szeretet retorikája, a kirekesztés gyakorlatával, a politikai kereszténységben a legkülönbözőbb brutális tisztogató intézkedések vegyültek egyfajta folyamatosan jelenlévő egyházi reprezentációval, áhítattal, imával és hasonlókkal. Na most ennyiben azt hiszem, hogy talán tényleg kár lenne kizárnunk azt a horizontot, hogy nem árt az embernek, és ezenből a vallásos embernek folyamatosan gyanakodnia is arra, hogy a saját maga építgette felszín, vagy pedig az én kép mögött micsoda szakadékok rejlenek, hogy tudnak hirtelen feltárulni éles helyzetekben, vagy súlyos döntéshelyzetekben. Hogy ezt én mégsem tartom a radikális rossz elsőbségének az emberben, azt egy más jellegű példával, nagyon szépek voltak a biblikus példák, amelyeket Heller Ágnes hozott, hogy meg hát mondhatni az empíria, tehát a mindennapi tapasztalatunkban is a jó embereknek a jelenléte, ez talán társadalmi szinten is megfigyelhető, tehát hogy olyan vidékeken, például Németországban, amelyik elsődlegesen volt érintett a holokausznak a borzalmában, vagy a bűnében, a bűnelkövetőként, egy masszív és kitartó és végiggondolt pedagógiai program egy másfajta sztenderdet épített ki a társadalomban, a múlthoz való viszonyban, mint olyan országokban, ahol ez a pedagógiai program nem folyt le. Ez nem azt jelenti, hogy ott jobb emberek élnek, itt meg rossz emberek, hanem hogy igenis van egy ilyen nagyon fontos, mit tudom én, hit abban az egész mögött, hogy nevelni lehet egy társadalmat is, ezenből nagyon sok embert, és igenis lehet olyan jobb közeget előállítani, ahol a beszédnek a normái például egészen mások, vagy ahol a bűre való érzékenység másképpen működik, ahol
ahol kialakul egy olyasfajta lelkiismeret vagy önvizsgálat, amelyik vigyáz a saját megnyilvánulásaira, és jobban nyitva tartja a szemét, amikor például arról beszél, hogy ki az idegen, és mi a saját, és kivel szemben vannak adósságaim, és kivel szemben nincsenek. Na most a nagy kollektivista azonosság tudatokban, amelyik ebből hiányzik ez a fajta nyitottság a másság fele, amelyikben a nevelés nem érte el azt a szintet, hogy például a nemzeti azonosságunkhoz hozzászámítsuk azokat is, akik például másképpen képzelik el a nemzeti önazonosságot, ott nyilvánvalóan könnyebben talál utat magának a rossz. Tehát igenis van társas és társadalmi dimenziója is annak, hogy lehet az embert jobbra fordítani nevelés által. Én ezt gondolom, és hogyha már itt, nem tudom, hát az én felekezet, az teljesen érdektelen egyébként, de mégiscsak van bennem egy ilyen, hogy mondják ezt luteránus nyelven, egy míveskedés, tehát hogy a katolikusok szeretik a cselekedeteket hangsúlyozni pusztán a hittel szemben, és van ennek valamilyen szép arhaikus megnevezése is. Szóval én úgy látom, hogy az összes eddig említett és nagyon fontos aspektusa mellett az emlékezet az munka, tehát egy szabályszerű munka, egy gondolkodásmódnak az építése is, és akkor fölírtam magamnak egy pár kérdést, amiről azt hiszem, hogy például a katolikus teológiában itt most egy picit szerény vagyok, és azt mondhatnám, hogy egyáltalán a keresztény teológiában hihetetlen emlékezeti deficittel állunk szemben. Az egyik ilyen kérdés, hogy például egyáltalán szerepet kap egy Jézus zsidósága a keresztény gondolkodásban. Nagyon sokan erre azt válaszolják, hogy persze ezt mindenki tudja, de hogy milyen mértékben, vagy hogy ez konkrétan mit jelent, hogy egyáltalán megengedhető-e például éles cezúra az Új és az Új Szövetség között, vagy tudjuk-e egyáltalán, hogy például mikor indul el a kereszténység, mint önálló vallás. Tehát, hogy hány századon keresztül, tulajdonképpen, bocsánat a csúnya szóért, de mondjuk belzsidó vitákról van szó akkor, amikor például az Új Szövetség maga is zsidózik, és ebből a keresztény antiszemitizmus bőven tudott meríteni később, de nagyon sokáig egyáltalán nem világos az, hogy az a frissen létesülő keresztény gyülekezet, vagy ennek több ága, az milyen mértékben tartozik a zsidósághoz, és hol kezdődik az, amikor önmagát végképp megkülönböztető új vallással van dolgunk. Ez az úgynevezett utak szétválása kutatás, aminek nagyon szép eredményei vannak, és sok pozitív állítást lehet tenni, de általában nem gyanítjuk, hogy milyen sokáig tartott ez a közös és együttélő folyamat, amíg végre a sztoikus etikának és egy csomó mindenek a beáramlásával kialakul egy viszonylag jellegzetes keresztény gondolatforma, de az teljesen kétségtelen, hogy a kereszténység legalább másfél vagy két évszázadon keresztül mindenestől zsidó vallás, vagy egy zsidó vallási forma. Összeborzongunk, hogyha nagyon sokan, hogyha ilyet hallunk, mert hát azért mégiscsak a keresztény öntudatot egy ellentétes állítás, a különbségnek az állítása határozta meg évezredeken keresztül. Egy másik ilyen probléma, amiről nagyon nehéz beszélni, hogy miért fontosabb az etika a dogmatikánál. Mivel az igazságfogalom olyan nagy szerepet játszott, nem csak a katolikus egyháznak a fejlődésben, az egyházok szétválásában is, a kontroverziáikban is, a vallásháborúkban, a legkülönbözőbb protestáns és egyéb hát felekezeteknek az öndefiníciójában, a másikkal szemben való önmeghatározásában, ezért valami rettetesen lapos dolognak tűnik azt mondani, hogy egyedül a szeretet számít. Tehát, hogy szeretet az Isten. Ezt a mondatot mindannyian ismerjük, és az, hogy milyen borzongatóan felcserélhető ennek a mondatnak a két oldala, ezt nagyon nehezen vállaljuk, mert akkor úgy érezzük, hogy a vallásnak a vallási lényege sérül, hogyha valamiféle hát ilyen szeretet etikává degradáljuk a dolgot, vagy redukáljuk, bocsánat, nem degradáljuk. És ez nem redukció. Na most ennek a megértése, ez egy rettenetesen nagy, hogy úgy mondjam, teológiai információs munka kellene, hogy legyen. És egy harmadik ilyen példa, de ezek mind kiragadott példák, hogy van ez a közhely, hogy ugye a Hitler hát egy mondjuk egy 100 éves
markánsan kifejlődött antiszemita gondolkodási hagyományra támaszkodhatott, míg ezt megelőzően a kereszténység valamilyen ártalmatlanabb antijudaista hát, tradíciót hordozott magával, amiben már sok minden benne volt, ami elővételezte ugye a zsidóság megkülönböztetésének és mintegy kizárásának, gettóba zárásának a jelképeit és a gesztusait, de mégsem volt ugyanaz, mert hiszen csak arról volt szó, hogy Jézus Krisztus az üdvösség rendjében fölcseréli, vagy leváltja, vagy fölváltja ugye az Istennek a régi szövetségét és a zsidóságot, mint Isten népét, és a kereszténység ebben a lecserélésben a zsidóság nyomdokára lép, de hát a zsidóságnak a megtérítése, vagy az, hogy inkább a város szélén ugyan, de mégiscsak valamiféle békés viszonyban élhetnek a keresztényekkel, egy-két pogromtól, meg egy-két túlkapástól eltekintve, azért a kereszténységet mégis alapvetően megkülönbözteti attól az alapvetően ateista, hát antiszemitizmustól, amelyik magát a kereszténységet és egyáltalán a vallási lényeget akarja, vagy az európai vallási kultúrát elpusztítani, vagy azt is el akarja pusztítani. És azért a dolog ugye nem ennyire egyszerű, mert egy némi diskurzus analízissel azért elég szépen kimutatható, hogy micsoda folytonossága van a keresztény antijudaista hagyománynak az ateista antiszemitizmus fejlődésében, és még hogyha finoman lehet is differenciálni a dolgokat, és szabad, és vagy talán kell is ezt a különbséget megtenni, a lelkiismeret szintjén, vagy a hagyomány önvizsgálata szintjén, a saját hagyomány újraolvasásában azt hiszem, hogy kár volna, mint egy apologetikus, tehát önvédelmi módon túlhangsúlyozni a különbségeket, mert önmagában elég borzalmas, maga már a kiinduló tétel, hogy Jézus, a zsidó, Isten fia, ugyanannak az Istennek a fia, aki Izrael népének az Istene, mintegy leváltja a zsidóságot, és úgy viszi tovább a keresztény vallást. Ez egy viszonylag késői ideológia, ugye a kereszténységből, ami aztán hát domináns teológia irányként terjeszti el magát az európai kultúrában. Na most mindezek, hogy mondjam, egy tisztességes akadémiai közegben, ahol sokat foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, közös tudássá tudnak válni, és leszűrődnek társadalmi szintre is. Olvassuk el mondjuk akár a Frankfurter Allgemeinének a teológiai esszéit, és vessük össze őket azzal, hogy milyen hasonlókat találunk például a magyar napi sajtóban, és akkor azt láthatjuk, hogy a hagyományon végzett munka bizony egy fontos aspektusa az emlékezetnek, és mélyen összefügg azzal, hogy talán az ember jóságában is lehet hinni. Az első mutattal egyetértek a másodikkal. Természetesen, de ez így van rendjén. Hát különben ez a kérdéssel kapcsolatban leolvashatja mindenki Ferenc pápának a beszélgetését Buenos Aires főrabbiával, és azból aztán körülbelül ugyanezt a következtetést vonhatjuk le a pápa és a főrabbi beszélgetéséből, amit ön most ebben a beszélgetésben levont. Úgyhogy ezt ajánlom olvasmánynak, kötelező olvasmánynak, de nem is kötelező olvasmánynak. Most a szeret... A mágnessel összefogni a Laci ellen, tehát azért ez hangsúlyozni. Igen, most már a szeret, az a helyzet, a szeretet parancsa. Nekem van egy történetem, amikor első gimnáziumba kerültem, akkor ateistának vallottam magamat, és a hittantanáromnak azt mondtam, Kandel Samu bácsinak, hogy én ateista vagyok. És erre megkérdezte tőlem a hittanár, hogy szeretem-e fel a barátomat, mint önmagamat. És mondtam, hogy igyekszem, tanárom. Azt mondja, akkor jó zsidó lány van. Isten nem érdekli, hogy hiszel-e benne. Isten csak az érdekli, hogy teljesíted a parancsolatait, főleg a szeretet parancsát, amiről éppen beszélünk. De a szeretet parancsa épp azért parancs, mert olyan nehéz teljesíteni. Mert ha könnyű lenne teljesíteni, nem lenne parancs. Ugye ez helyzet nincs olyan, hogy önszeretet parancsa, olyan nincsen, mert ugye úgy is szeretjük önmagunkat, az, hogy a szelebarátunkat ugyanúgy szeressük, az már kicsit nehezebb ügy. Tehát én itt jól válaszoltam 10 éves koromban, azt mondtam, hogy igyekszem.
Igyekszem. Akkor jól azt mondom, igyekszem. Nem mondtam azt, hogy így tudok. Igyekszem. Igyekezünk. De egy másik kérdés merült itt fel. A bűnnek a kérdése, ezt te vetetted föl. Tudjuk, ez nem ugyanaz, mint a radikális gonosznak a kérdése. Mert a bűnnek a kérdése volt, akikben ott merül fel, ahol van egy körnek egy középpontja. Tehát tudható-e, hogy mi a jó, és mi az igazán jó, és valaki ennek ellenére cselekszik. Ugye valamit csinál, ami az ellentéte annak, ami a kör középpontjában van. Na most ehhez tudni kell, hogy hol a kör középpontja. És a probléma ma nem egyszerűen az, hogy nem szeretjük fel a barátunkat, mint önmagunkat, hanem én nem hallottam egyetlen embert sem azt mondani, lehet, hogy a katolikus, lehet, hogy Jónáskor mondják, soha hasonlottam egy embert, azt mondta, hogy bűnös vagyok. Én végighallgattam a Nürnbergi pert. Egyetlen egy ember mondta azt, hogy bűnös az egész perben. Az a Sperr volt, az építész, aki legkevésbé volt bűnös. Senki se volt bűnös. De akár nézzetek arra egy tömeggyilkosnak, vagy gyerekgyilkosnak a perét. Láttatok már valakit, aki bűnösnek tekintette önmagát? Mindenki ártatlan ebben a világban. Bocsánat, a Gröning, akinek ugye most volt Lüneburgban a pere, igen. Ő először teljesen gyanútlanul viszonyult a saját cselekedeteihez, tehát mint aki csak azt tette, amit parancsoltak neki, és a per vége fele összetörve azt mondta, hogy azért nem kér bocsánatot, mert itt csak az Isten bocsáthat meg neki. Tehát azért ez egy vallomás. Ez előfordult, jó. De akkor már keresztül ment egyfajta, hát mondjuk, lelki megtérése. Keresztül kell valami menni. Általában az emberek nem tudják, hogy bűnösen cselekszenek. Nem tudják, hogy mit tesznek voltaképpen. Ez az én legnagyobb problémám a mai etikával. Nem az, hogy radikális gonosz létezik. Elismerem, van radikális gonosz, és hogy a totalitárius rendszerekben nagyon erősen jelen léte van a radikális gonosznak, de az, hogy ahol nincs radikális gonosz, normális, liberális demokráciákról beszélek, az sincsen meg a normájának, hogy mit lenne helyes tennem, mit nem szabad tennem. Nincs lelkiismeret fordulása, aki nem azt teszi, amit helyes lenni tennie, mert nem tudja, hogy mi lenne helyes tennie. Ez a problémám a jelen világban. Valahogyan nincsenek meg a jónak a normái, valahogy hiányoznak. Nem vallási normákra gondolok elsősorban, hanem közösségi normákra. A közösségnek nincsenek meg ilyen erkölcsi normái, amitől eltérni voltaképpen az ember nem szívesen tesz. Na mondjuk, szégyen sincse. Ugye szégyen, a másnak a tekintete előtte szégyelled magad, ha valami olyasmit teszel, ami nem helyes tenni. Valahogy ezek megszűntek létezni, mondjátok meg nekem, hogy miért. De ez, számomra ez következőképpen fontos, hogy az Auschwitz és hasonló, most nem csak Auschwitzról beszélek, tömeggyilkosságok azért lehetségesek, mert az emberek tömegei közömbösek. Azaz nem gonoszak, hanem egyszerűen nem is gonoszak. Nem vesznek tevőlegesen részt, de mellé néznek. Ez volt az én tapasztalatom 1944-ben. Nem a nyilasok, akik agyon akartak lőni, hanem az emberek, akik elfordították a fejüket az utca sarkon. Ugye ezek azok az emberek, akik lehetővé teszik, nem a radikális gonosz az a probléma, hogy kit teszik lehetővé, hogy a radikális gonosz szabad kezet kapjon. Ugye azok, akik nem akarnak különbséget tenni jó és rossz között, vagy hiányzik a mérce. Ugye ez számomra itt a probléma. Ez számomra nem egy teodíciai probléma. Ez nem az a probléma, amit te mondtál, hogy mi gonoszak vagyunk. Mert nem vagyunk gonoszak, jók se vagyunk. Vannak köztünk jó emberek, van radikális gonosz, de az emberek többsége lényegében, mondhatnám, elasztikus, hogy így mondjam. És szüksége van valamiféle normákra, hogy legalább tudjon különbséget tenni egy bizonyos helyen, egy bizonyos környezetben jó és rossz között. Jó, a kettőnk között az a különbség, hogy számomra az, amit te elasztikusnak mondasz, Ági, az maga a rossz. Félreértés ne essék, ebben én teljes mértékben biblikusan gondolkodom, teljesen mindegy, zsidóként vagy keresztényként ugyanazt mondom, aki nem jót cselekszik,
az annak a bűne, az rosszat cselekszik. Nincs semlegesség, nincs harmadik út, nem lehet a fejed félrefordítani. Ha innen kifogsz menni ebből az épületből, ott áll a téren a Stélos szobor. Az egyetlen evangélikus lelkészé, akinek az emlékezete méltó arra, hogy ne egy templomban, hanem abban a térben, ahol bárki megnézheti, lássa. Ezek az embereknek a képei csüng a falon, egyiknek se állítottunk volna szobrot. És tudod, hogy miért? Amiatt az 1500 zsidó gyerek miatt. Semmi másért. Tehát ha valaki 44-ben nem mentett, az gyilkolt. Akkor is gyilkolt, ha nem volt puska a kezében. Ez az én véleményem. De várj még egy fél percre. Az előbb Augustinust idézted. Picit gondolkodtam, és aztán rájöttem, hogy lehet ezt mondani, hogy a visszavont ifjúkori műhöz akarsz agaszkodni, amit kvázi a lovag és a római hippi vagy aranyi fiú írt. Azért nekem sokkal vonzóbb az, amikor azt mondja, hogy non posse non peccatur, nem képes az ember nem vétkezni. Ez ugyanaz a gondolat, ami Pál apostolé, ugyanaz a gondolat, ami Jákobé. Az előbb megidézted, és a Jámbor gyülekezet beveszi. Amikor Ézsau az azt mondta, hogy nem ütötte agyon, mert szerette Jákobot. Szerette, mint a halált. A fenét szerette. Hogy szeretette volna? Van itt pszichológus közöttünk. Melyik az a testvér, aki meg tudja bocsájtani a testvérének, hogy az elsőszülöttségét, az apai áldást, az anyja szeretetét, mindent elvesz tőle? Hát az nem normális testvér. Az a csoda, hogy az a különös álomot Jabok révinél úgy zajlik le, ahogy az Isten sem igazolja Jákobot. Pedig, vissza lehetne kérdezni, hát nem ő motiválta Rebekát, meg Jákobot arra, hogy mindazt a gazságot véghez vigyék? Ugye én nem vagyok luteránus, hanem becsületes zsidó vagyok, sőt, Jézus követő ebben az esetben. Mert a Szent Péter ugye bár háromszor elárulta, az annyit jelenti, hogy bűnös volt, és nem volt justus, ugye? Nem volt justus, hanem pekátor volt, már Lutherrel beszéljek. De mégiscsak igaz ember volt, holott bűnözött. Mert mitől volt igaz? Attól, hogy hát... Neked mondjam, mert te tanítod az Új Testamentumot utolvér, nem én, az, hogy megbánta azt, amit tett. Ugye attól? Tetszenek hallani? Tehát ha a gyávasságot, a beszarisságot, az árulás valaki megbánja, akkor annak megvan bocsánat. Várjál csak, nem szóban bánta meg, tettel bánta meg. És ez igenis, annak megvan bocsátva, aki tettel bánja meg azt, amit elkövetett. Persze, hogy megvan bocsátva. Nem bocsátod meg Bajcsi Zsilinszky Endrének? Bajcsi Zsilinszkyre nem szorul rá a bocsánatokra. Na hát, jó. Tekintettel arra, nem, a mondatnak a végé így hangzik, tekintettel arra, hogy az életét tette föl. Ebben a pillanatban a mártírium annullálja az összes korábbi bűncselekményt. Hát a Szent Péterről sem mondhatod. Magát a bűnt annullálja, tehát az, aki fajgyűlölő módon újságot szerkeszt, aki valamiképpen ember és ember között olyan éles különbséget tesz, amit Bajcsi Zsilinszky sok-sok írásában felfedezhető, az morálisan bűnt követ. Te nem fogadod el, hogy az emberek radikálisan megváltozhatnak. Én nem hiszek az emberiség az emberi nem tökéletesedésében. Ez egy illúzió volt. De egyes ember azért megváltozhat, nem? Lehet bűnösből jó, vagy tisztességes ember. Előfordul ez nem egyszer. Nem? Nem. Nem mondom, hogy nem. Hát ha nem mondtam ki azt, hogy nem. Jó. De nem gondolom azt, hogy az a néhány nagyon-nagyon kevés ember, ahogy hallgattalak téged szombaton Szárszón, állandóan az járt az eszembe, hogy ha Gandhi megöregedett volna, olyan lett volna, mint te most. De nem ez történt Gandhival sem, megölték. Már bocsánat, mi nagyon szeretjük egymást egyébként. Mármint Ágiban. A rettenete, hogy ez a kvietizmus, ez a megbékélésre, megbocsátásra való hajlam megint csak elősegíti azt, hogy túl sokan érezzék úgy, hogy könnyedén túl lehet lépni olyan dolgokon, amelyekkel valóságosan nem általában önmaguknak, vagy egy-egy más embernek okoztak kárt,
hanem a társadalom egészének. Pontosan azért, amit az előbb elmondtál, és visszatérek egy persze a sorstalansághoz, nem lehet ezen túllépni. Tehát, ha én arra gondolok, hogy hányan voltak olyanok, akik erre az emberre, hogy nagyíró, nem nagyíró, ez majd eldönti az irodalomtudomány, meg a kollektív nemzeti művészi emlékezet 100-150 év múlva mit ér a sorstalanság. De abból a szempontból, hogy értéket hozott létre, amellyel az egész világot elgondolkodtatta, erről nem lehet vita. És mégis személyében onnantól fogva a 90-es évek elejére visszamenően annyiféle méltatlan támadás, gyűlölet érte, hogy saját maga önként innen élete végéig, míg a demencia el nem vette az eszét, Berlinbe emigrált, és ezt te pontosan tudod. És ebben az a rettenetes, hogy a sorstalanság nem vált, nem a magyar irodalmi kánon részévé, annak már régen része, hanem nem vált annak a kollektív, kulturális magyar emlékezetnek a részévé, amely valószínűleg, mint kollektívum nem is létezik. És innentől fogva megint csak az a félszem van, hogy miközben én remek műnek tartom a sorstalanságot a 70-es évek végétől, amikor először olvastam, mégis azt hiszem, hogy nem mondhatom én azt, hogy a lélek sugalmazta, legfeljebb azt mondhatom, hogy az a lélek, amely engem is inspirál, az a lélek volt abban a szerzőben, aki ezt a művet írta. Nézd, de sok mindenre egyetértek veled, nem fogunk ezen vitatkozni, egyetértünk, csak azt hiszem, százszorra utalva, hogy a gyűlölet és a bosszú az égvilágon sosem old meg semmit. És hogyha már sebek gyógyításról van szó, gyűlöletes bosszúval sebeket nem gyógyítunk. Hogyha egy pillanatra itt a sorstalansághoz, mint szöveghez, vagy mint műalkotáshoz szabad visszatérni, azt mondod, hogy nem tiszted megítélni, hogy remek mű, vagy nem, noha te magad... Nem, az a remek, remek, hogy, hogy te magad annak tartod. Vagy a de hát ez azt hiszem, hogy elég el van döntve, nem a Nobel-i miatt elsősorban, hanem mert olyan olvasatai támadtak a sorstalanságnak, amilyen olvasatai remek műveknek szoktak, tehát hogy magához vonza a befogadás legkülönbözőbb hullámait, és újjá tud születni a szöveg, tehát igazi klasszikus módon viselkedik a legkülönbözőbb megközelítésekben. Na most ezt azért hadd kapcsoljam össze ezzel a jó vagy rossz, vagy az ember alapvető természete kérdéssel. Hát magával azzal az eljárással, hogy Kertész egy olyan naív elbeszélőt alkot, aki nem rágja a szánkba, hogy mit gondoljunk Auschwitzról, mit gondoljunk akár az ő sorsáról, sőt még a sorstalanság szónak a megfejtését sem adja meg a szöveg, hogy milyen értelemben sorstalanság, hanem egy naív vagy álnaív elbeszélőt hoz létre. Kiírtam itt egy mondatát, hogy aki a feltétlen idegenséggel találkozik, az elidegenedik önmagától, ezt Kertész írja valahol egy feljegyzésében, egy ilyen önmagától az idegenséggel való találkozásban elidegenedő elbeszélőről van szó, aki egyszer csak nem tudja értelmezni a körülötte levő világot, és ezért egy olyan állásba helyezkedik, ahol tulajdonképpen minden akár elfogadható is lehet, és így válik egészen groteszk módon az az eseménysor, ami vele történik, szintén elfogadhatóvá, az elurcolásától kezdve a túlélésig és a hazatéréséig. Tehát amikor Kertész egy ilyen elbeszélői konstellációt teremt, ahol nincs megmagyarázva nekünk, hogy mit gondoljunk magáról a történésről, viszont olyan szuggesztív erővel jeleníti meg ez a látszólagos távolságtartás magát a történés, hogy nem tudunk tőle szabadulni, akkor mi másra építene, mint arra a feltételezésre, hogy ebbe a játékba beszállva az az olvasó, aki zavarba jön attól, hogy a konvencionális magyarázatok érvényüket vesztik, ebbe az intenzív jelenlétbe mégis be tud lépni, tehát magyarán az az olvasó egy potenciálisan jó olvasó, akit ez a tapasztalat megérint, és aki a saját emlékezetében tovább viszi. Az, hogy a neonáci jellegű, és aztán itt egy nem tudom meddig mérsékelhető politikai csoportok
elkezdték a kertész bántani a Nobel-díj után. Hát ez egy társadalmi gyalázat, de én azt gondolom, hogy ez azért egyáltalán nem azonos a kertészműnek a recepciójával. Egyáltalán azonos, viszont a kertészmű recepciójához. Én biztos, akik általában az Auschwitz irodalomhoz tartozik az, ami te, István, a legelején egy kommersz sorozattal kapcsolatban megemlítettél, hogy észrevettétek-e, hogy verseny indul abban az értelemben, hogy ki leginkább áldozat. Ugye nem azzal versenyeznek most, hogy kinek vannak több nagyobb hősei, hanem kinek van több áldozata. Tehát az áldozat szerepe voltak be, divatba jött. Ugye divatban sajnos az a helyzet, divatban jött, mindenki versenyzik, nekünk van a legtöbb áldozat, mi szenvedtünk többet, minket gyilkoltak meg inkább, és szemben azzal, hogy nekünk voltak a legtöbb hőseink, mi győztünk a csatákban, mi foglaltuk el többi országokat, városokat, valahogy megfordult ez a dolog. És azt hiszem, hogy az Auschwitz irodalomnak, és ebben Kertész Imrének is szerepe van, valahogy egy tömeg hangulatnak ebben a megváltoztatásában. És nem annyit jelent, hogy én szeretem ezt, én utálom, mikor a meggyilkolt hullák számával versenygezzenek az emberek. Igazán borzalmasan utálom ezt a versenyt. De tudomásul veszem, hogy most ebben áll a verseny, nem a hősiességben. És hogy ebben az Auschwitz irodalomnak kétségkívül szerepe van. Mindenki. Egy kérdés a kettőtöknek egy másik mű segítségével, hogy világossá váljék az, amit én mondani szeretnék. Tehát bizarr módon elgondolhatatlan számomra Borbély Szilárd utolsó művének megírása, megjelenése és tragikus utóélete a kertészmű nélkül. És lehetséges, hogy az én eszem túlságosan gyalogos, mégsem vagyok arra hajlandó, hogy akár csak valami elvont tudósi vagy esztétikai megközelítését adjam annak, hogy miért alakult, hogy sugd a fülembe, mi a mű címe? Nincstelen. Nincstelenek. Igen, több eszem van, nincstelenek. Igen, és azt gondolom, hogy az a megrendültség iratott bele ebbe a műbe, ami annak a 70 évnek az emlékezet deficitét, személyes és kollektív bűnökre, tragédiákra, halottakra, forradalmakra, mindenre való negatív válasz, mármint a magyar történelem ad, nem az én egyes individuális történetem, az lehet egyébként ragyogó, érezhetem a bőrömben magam fantasztikusan jól. De ha szembe kell néznem azzal, hogy itt mi történt, és milyen szellemi kísérletek vannak arra, hogy mi maradjon meg, hogy mi az, amit vissza kell állítani. És itt most megint csak ki kéne menni az utcára, és megnézni a szobrokat, az épületeket, a stílust, akkor bizony azt kell gondolnom, hogy ez a radikális rossz, ez bizony gyönyörűen hat, munkál, és legfeljebb, annyiban beszélhetünk az emberi jóság vagy a jóság választása mellett, hogy még ennek mindig van élet. Lassan elérkezik az az idő, amikor megadjuk a lehetőséget a kérdésekre, hozzászólásokra. Csak jelezni szeretném, hogy az itt megnyílt egy-két olyan téma, amit majd folytatnunk kell. Heller Ági azt ott nyitott egy nagyon izgalmas kérdést, hogy egyre kevesebb a bűnös, aki magát bűnösnek tartja itt a kis hazánkba, mint érték. Nem csak a kis hazánkban. Most már azért mondom, hogy kis hazánkban, mert kis hazánkban vizsgáltam Hankis Elemér nyomán vele, utána, mint érték szociológiával is foglalkozott, és valóban kitapintható bizonyos értékek, hát ugye konstansan jelen vannak, a család, a szeretet, hát ugye, hogy ki mit ért szeretetem, most ebben nem menjünk bele, de föltűnően hiányzott nem csak 89-ig, hanem utána is a felelősség. Na most kifejezetten igen, a bűnnel bonyolultabb a dolog, mert szinonimákat azért használnak, hogy gyarló ember vagyok, rossz ember vagyok. Persze a rossz ember és a bűnös ember messze nem ugyanaz, és ez is egy jellemző dolog. És lehet az a dicsekennel, hogy rossz ember vagyok. Igen, de azért mondjuk a bűnös vagyok szinonimái előfordulnak, de ami még hangsúlyosabb és összefügg ezzel,
az önmagát rossznak tartó ember, ezt tudjuk a pszichohigién és összállapotunkkal is kapcsolatban van, meglehetősen nagy arányú, aki magát nem szereti, akkor az hogy tud szeretni másokat, és hogy tud, hát mondjuk gyarló ember, vagy éppen rosszat elkövető ember lenni. Hát most ebben nem akarok belemenni, csak itt megnyitottál egy nagyon érdekes perspektívát. Akkor adnám is a mikrofont. Legyen kedves mindenki a nevét is bemondani. Igen, Bánhegyi Zsolt vagyok, mint a múltkor is. Tehát István, hozzád kapcsolódván ez így van valóban. A pszichológusok a megmondhatói annak, hogy hány betegség gubanc származik abból, hogy az illető nem szereti eléggé önmagát. Ez biztos. Egyébként önnel, Ágnes asszony, nagyon egyetértek szinte mindenben. Az, hogy Isten lemondott volna a szabadságáról, a mi szabadságunkat megadván, az azért nincs így az én logikám szerint, mert az is a szabadságunkhoz tartozik, hogy élünk-e valamivel, vagy nem élünk valamivel. Tehát ha ő rá van kényszerítve arra, hogy mindig cselekednie kelljen, amikor valami gubanc van a világban, és ott rendet kelljen tennie, az az ő szabadságának a korlátozása. Tehát amikor nekünk szabadságot adott, akkor tulajdonképpen az ő saját szabadságával élt. A németekkel kapcsolatban csak az jutott eszembe egy rövid mondat erejéig, hogy Hitler nagyon utálta a kereszténységet. Volt egy mondás, ami szerint az ókor derűjének két oka volt, nem ismerték a szifiliszt és a kereszténységet. Ugyanakkor pedig Luther sokkal antiszemitább volt, mint Wotan. Tehát nem volt szegénynek azért könnyű dolga a kereszténység, az antiszemitizmus teljes propagálásával. És Donát Lászlónak viszont azt a kérdést szeretném feltenni, hogyha az ember az evolúciónak az a legalacsonyabb szintű végterméke, hogy ezt hallhattuk, akkor ő hogyan értelmezi a Bibliának azon szavait, miszerint teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Akkor Isten csak a testi hasonlatosságra gondolta, hogy legyen nekünk olyan szeme, füle, szája, mint neki? Vagy pedig ennél többre? Megkérdezem, hogy hallgassunk meg néhány hozzászólás. Meg tudjátok, hogy pedig most szeretnétek. Tessék, ennek van kockázata, de tessék. Akkor fel kell érni, válaszunk. Jó. Válaszoljuk azonnal. Hát Isten nem a szabadságáról mondott le, hanem a mindenhatóságáról. Leibniz szerint, és már Isten szabadon mondott le a mindenhatóságáról. Mondjuk ezt vissza is vonhatna, de Leibniz szerint akkor világunk nem lenne olyan jó világ, mint ahogy most, mert ez a lehető legjobb világ, ahol az embernek szabadsága van jó és rossz között választani. Hát körülbelül ez a hivatalos teodícia. Ezt lehet modifikálni, és egyesek modifikálják is, és másként értelmezik a gonosz jelenlétét a világban, de ez mondjuk a hivatalos teodícia, Sanz Jonas is ehhez csatlakozott, és erre halagudott meg Levinas, ugye? Mert azt mondaná Levinas, hát legyen meg a te akaratod, ugye? Itt nincs kérdés. Tehát ez... Amikor Ági a filozófusokat ismerteti, abban mindig igaza van. Minden szavaddal egyetértek, azzal együtt, hogy az omnipotencia generalis az nem függesztődik föl. Tehát, hogyha tovább viszi a saját logikáját, Istenről azt mondani, hogy bármilyen mértékben nem Istennél lesz, ez az isteni szuverenitás sérti. Nem tudunk erről beszélni. Ki van, fogalmilag azonban ki kell zárnunk ezt a lehetőséget. Erről szól egyébként a Jób könyve, nagyon költőjén, de ez egy külön ügy. Hogy a maga képére és hasonlatosságára ezt a borzadmányt teremtette, amit a szemeivel most bennem korporálódni lát, ebből ne legyen kétsége. Nincs ezzel semmifajta probléma. Az ember eredendő rútsága, tökéletlensége nem attól valós, hogy valamit csinál, vagy nem csinál, gondol, beszél, vagy
ezek hiányában él. Elegendő azt a konkrét tényt figyelembe vennünk, hogy az ember halandó. A magunk, saját magunkra eszmélődése szempontjából sokkal fontosabb a végünk elővételezése, és a végünk elővételezése, mint ontológiai távlatban való morális döntések meghozatala, ezt Biszkó Bélának épp úgy kellett volna tudnia, mint nem csak Nietzsének vagy Leibniznek, mint hogy tudnia kellett volna Stalinnak és Hitlernek, és ha ezzel nem számol, akkor ezekre azt kell mondom, ezekben az emberekben radikális gonosz totalitássá vált. Én erről beszéltem csak. Erre szeretnék válaszolni. Vajmodi Dídesznek van egy válasza erre az imágó kérdésére. Tudjuk azt, hogy Isten maga a képére teremtette az embert, mert eszes lénynek tekintette. Ezért állította, ezért lett az állatvilág főnöke eszes lénynek. És azt mondja Maimonides, az igaz és téves között a paradicsom kertben is különbséget tudott tenni az ember, Ádám és Éva, mert Isten őket eszes lénynek teremtettek. Te ezt tudtad, a jó és rossz között nem, mert a jó és rossz az a társadalmisághoz tartozott. Az nem az eredeti ember sajátossága, a szubstanciához tartozott. A jó és rossz már az egy konvencionális dolog is, mondott a Maimonides. Ennek következtében az között csak a bűnbeesés után tudta különbséget tenni. Hogy ez jó vagy rossz megoldás, döntse el ön. Ugye mi jól látjuk, hogy Donát László saját magát cáfolja állandóan, hiszen a Zord külső mögött nemes lélek lakozik. A Zord szavak mögött nemes lélek lakozik, és akkor most már Heller Ágnest idézem, aki egy lehet-e tanítani erkölcstant az iskolában, nagyon régi, 90-es évek elején vitában. Nagyon fontos volt nekünk a te hozzászólásod. Hát erkölcstant azért beszélni, mert én számos jó emberrel találkoztam. Ezt most is elmondtad, én is így vagyok, mint Isten bohóza rendjehez tartozó. Azért hozzáteszem, ez a ferences rendnek egy ága, és ennyibe viszont Donát Lacit is visszaigazolom, nem a Szefirelli Szent Ferencre gondolunk, mert az egy hamis, álságos mosoly, hanem a Rossellini. A Rossellini Szent Ference kétségbe esik, amikor a leprás meglátja, kiesik a mosolygós Szent Ferenci szerepéből, találkozik a rosszal, de hát nem ez az utolsó szó ebben a történetben, de ezen az estén sem. Köszönöm szépen a mikrofont. Nekem egy rövid hozzászólásom lenne, ilyen értelemben nem is kérdést intéznék a panelnek a résztvevőihez. Lélegzetelállító mélységeket és magasságukat jártatok meg, úgyhogy csak kapkodtam a fejemet. És amennyire érzékeltem, itt tulajdonképpen két kérdés rejt magába az, hogy szembenézzünk a holokausznak, a Shoának a drámájával, a borzalmával. Az egyik valóban az a kérdés, hogy az ember jó-rossz, teodicea kérdése, ebben az ember viselt felelőssége. Nem akarok ehhez hozzászólni, van róla véleményem, de túlságosan messzire vezetne. A másik viszont az a kérdés, hogy hogyan lehet feldolgozni, megemészteni, hogyan lehet együtt élni ennek a borzalomnak a drámájával, és igazából ehhez szeretnék hozzászólni, és egy katolikus hozzájárulást szeretnék tenni, egy olyan motivumot kiemelve, ami eddig még nem hangzott el. Mert ugye Laci említette, hogy a tények azok mennyire sikamlós dolgok, hiszen a tények, ugye a 19. század végén úgy gondolták naív módon, hogy szembe lehet állítani az értékekkel, és az maga az objektív valóság, azóta persze tudjuk, hogy ez nem így van, mert csak azon tényekkel találkozunk, amelyeket mi magunk megélünk, értelmezünk, és valamilyen módon megszűrjük. Szóval föl kell dolgozni valahogy a magunk módján mindazt, amit megtapasztalunk, és a progresszív teológiának ezekre az ellentmondásokra az a válasza, hogy nem érvelni akar, hanem emlékező közösséget alkot. Szó volt itt az emlékezetről. Nem érvekkel akarjuk megközelíteni úgymond az igazságot, hanem újból és újból emlékezünk. Újból és újból emlékezünk mondjuk a passió történetre. Emlékezünk olyan paradoxonokra, amelyeket másként a magunk módján nem lehet humanizálni, és nem lehet megemészteni, csak úgy, hogy emlékezünk. És ez azért van, ez az emlékezés, mert a valósághoz való viszonyunk olyan,
hogy abból kell kiindulni, hogy a felelősségünk az egyrészt preoriginális, másrészt pedig heteronim. Preoriginális a felelősségünk azért, mert beleteremtettünk egy világba, és a felelősségünk előbb kezdődik, mint megszülettünk volna, és tovább fog tartani, mint amikor meghalunk ebben a földi életben. Tehát sokkal nagyobb ennek a távlata. És azért heteronim, mert nem csak mi magunk vagyunk lények, hanem más lények is vannak ebben a világban, akik tőlünk különböznek, és akikkel mégis valamilyen módon életközösségben élünk. Sőt, mi magunk emberek is, még ha emberi természetet birtoklunk is, sokszor drámai módon különbözünk egymástól, amint ez kiderül a kapcsolatainkból. Sőt, talán mi magunk önmagunkkal is meg tudunk hasonulni, meg tudunk szakadni bizonyos helyzetekben, és akkor a korábbi énünkkel fogunk szembesülni. Tehát ez a fajta heteronim jelleg is fontos, és amint említettem, fontos ez a preoriginális, az, hogy a felelősségünk tovább terjed a betudhatóságnál. A buta jogász azt gondolja, hogy csak az a felelősség, ami a betudhatósággal felfogható, ami egy kauzális mezőbe elhelyezhető. Messze több ez a felelősség. Ez bizony egy preoriginális felelősség, és ha így gondoljuk, akkor talán közelebb jutunk az ilyen drámáknak a felfogásához is. És erre a II. Vatikáni Zsinatnak van egy ajánlata. A Lumen Gentium egy olyan képet hoz föl, hogy mi Isten vándorló népe vagyunk. Ugyanis közösséget alkotunk, de ez a közösség messze nem egy kauzális mezőben értelmezhető közösség, mert hiszen közösségben vagyunk együtt a megholt szeretteinkkel is, és közösségben élünk azért is, mert minden, ami lényeges ebben a világban, és a másik emberhez valamilyen módon kapcsolódni akarok, annak a motivuma egy eszkatológikus távlat. Szó volt itt az előbb valamilyen módon a jövőről. És ez a jövő az én szememben, az én hitemben, az én vallásos gyakorlatomban, az úgy jelenik meg, hogyha igazán lényeges kérdésekkel találkozom, akkor azok a végső idők felől közelíthetők, meg nem megválaszolhatók, mert nem akarok és nem tudok én megválaszolni kérdéseket, de ezek a végső idők felől közelíthetők meg. És hogyha ez így van, akkor semmi más nem tehetünk, egyetlen egy dolgot tehetünk, mint hogy vándorlunk. Vándorló nép vagyunk, ebben alkotunk egy közösséget. És ha ilyen vándorló nép vagyunk, akkor nem is merülnek fel olyan kérdések, hogy lehet-e Auschwitz után verset írni, akkor egész más összefüggések nyílnak meg, akkor sokkal nyitottabbak leszünk. Akkor nem lesznek azok a merev állítások, amelyek közül egyik vagy másik akár itt is elhangzott, vagy elhangozhatott volna, és akkor valahogy a szívünket egy kicsit meg tudjuk nyitni igazán lényeges dolgok felé. Köszönöm szépen. Válaszolok a Pálnak. Az emlékezett közösség egy alapkérdés. Most az emlékezett közösség annyit jelent, hogy olyan emberek, akik hasonló dolgokra emlékeznek, de nem okvetlen hasonlóképpen emlékeznek. Azaz gondolkozhatnak, interpretálhatják azt, amit emlékeznek. Most kitartozik az emlékezett közösséghez, Auschwitzról van szó. De azt mondtad, hogy zsidók hordozzák az emlékezetet, emléke. Azt mondhatnánk, hogy a kiterjesztve, hogy zsidók és keresztények együtt tartoznak az emlékezett közösséghez. Tehát az emlékezett közösség az bővíthető. De az modern emlékezett közösség, ez hozzátartozik, hogy értelmezhetjük, szabadon értelmezzük azt, amire emlékezünk. Mindenki hozzászólhat, és hozzátette magáit az értelmezéshez. Csak az alapszöveg, az emlékezés alapszövege azonos. Tehát az alapszövege volt abban, jó vagy rossz az, ami történt. Ugye? Ez az alapvető kérdés. Az, amitől félnünk kell, vagy amitől reménykednünk kell. Mi az, ami történt? Ez az emlékezett közösség, ami aztán értelmezhető. Mint ahogy a zsidóság a Tórát is mindig értelmezni, 600 féleképpen lehet értelmezni, ugye az a szöveg, ami az emlékezett közösséget alkotja, mégis mindenki másképpen értelmezheti. Szerintem ez lenne egy rossz modell az emlékezett közösségre. Valamit, bocsánat, szabadjon
reflektálni arra, amit Deák Dániel mondott, amikor itt különböző teológiai feladatokat említett az emlékezett munkával kapcsolatban. Itt egy nagyon fontos mozzanat volt, és ezt szeretném egy kicsit aláhúzni, hogy mondtad, preoriginális felelősség. Ugye, tehát az, ami nem pusztán a konkrét tetteknek az oksági rendjébe illeszkedik, hanem minden mást megelőz. Talán rokonságba hozható ez ugye a levináci felelősség fogalommal, ami eleve az ember pozíciója mindenfajta más megnyilvánulással szemben. Tehát, hogy én befogadója vagyok a másiknak, sőt a saját nyelvem már eleve a másik nyelve, amire én csak válaszolok, amikor saját magam megszólalok. Tehát ilyen értelemben is mondjuk felelős a pozícióm. Ez azért nagyon fontos, mert ez sokkal mélyebben sebzi meg, vagy repeszti meg a vallások számára általában oly kedves identitás elvet, mint amennyire azt gondolni szeretjük. Tehát, hogy nagyon egyszerűen szólva, talán az István egyik kérdésében is benne volt ez, hogy mennyiben dialogikus dolog az emlékezet, de hát voltak éppen arról van szó, hogy ilyen, hogy önálló keresztény emlékezet, ez egy nagyon fontos dolog, és hát az egyik, hogy mondjam, legerősebb hagyománya egyáltalán az európai kultúrának, de úgy tűnik, hogy nem létezik mások emlékezete nélkül, tehát hogy nem egyfajta emlékezet van, hanem folyamatosan befogadói viszonyban vagyunk egy keresztény közösségen belül is másoknak az emlékezetével, vagy hogy mondjam, mások hozzájárulásával ugyanaz a munkához, ami ebből vanféle hát kultúrát szeretne távlatilag építeni. Ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig ugye a szenvedésnek az emlékezete, a kompassió, ezek ugye általában a Johann Baptist Metz nevű kiváló münsteri teológusnak a munkáihoz társítható hát terminusok vagy kifejezések. Itt azért szerintem ott nem árt egy picit ébernek lenni ebben a fogalmhasználatban. Nem tőled vitatom el ezt az éberséget, hanem csak tovább gondolom, amit mondtál, hogy ugye általában, tehát, hogy a szenvedés emlékezete mindenek előtt természetesen, és ugye a Metz az a szenvedése való érzékenységről beszél, mint elsődleges, sem felelős magatartásformáról, pusztán már abba, hogy körülnézünk a világban, hogy hol élünk, és akkor, hogy honnan kellene kiindulni egyáltalán minden vallási gondolkodásnak a másik szenvedéséből. Itt ugye az a kísértése van a szenvedés memóriájának, vagy az róla való megemlékezésnek, hogy azért itt is nagyon könnyen becsúszik a keresztény jó emberkedés. Tehát az, hogy valamiképpen a mi szenvedő Istenünkkel, vagy a szenvedő Krisztusunkkal bizonyos értelemben zárt közösségként különböztetjük meg magunkat mások szenvedéssel kapcsolatos érzékenységétől, vagy pedig diskurzusaitól, vagy amit Ágnes mondott, ugye az áldozatnak a kultusza önmagunkon belül, tehát a saját áldozatunkat nézni. Ez egy nagyon súlyos fejlődése volt az Auschwitz utáni katolikus teológiának, amíg eljutott onnan, hogy Auschwitz tulajdonképpen Krisztusnak egy speciális szenvedése, odáig, hogy hát öncsonkító módon is, vagy ezen az áron is akár, de kizárja belőle a krisztológiai momentumot, és önmagában nézi a másik szenvedését, nem feltétlenül bekötve a mi vallásunknak a speciális szenvedés történetébe. És akit egy mondatot idéznék még a Metztől, aki ugye hát olyan borzalmas dolgokat is állít, hogy a vallás sokszor nem egyéb, mint szertartásos köntösbe öltöztetett Isten krízis, amely tulajdonképpen az önigazolásnak a manővereivel teremti meg a saját azonosságát, és hát egy borzasztóan nehéz dolog, amikor az embernek úgy kell felnyitnia ezt a fajta zárt önazonosságot, hogy azért mégsem akarja megtagadni a saját hagyományát. Hát azt hiszem, hogy kicsit illúzióról beszélünk itt mindannyian. Egy nagyon szép illúzió. Az az illúziótak, hogy ma Európában az alapvető közös emlékezet
keresztény vagy akár keresztény zsidó emlékezet, holott Európában a közös emlékezet nemzeti emlékezet, és Európa alapjába véve, és az Magyarországról áll elsősorban, pogány, azaz Isten a nemzet és vallása, a nacionalizmus, és ezzel jobb, hogyha szembenézünk. Természetesen mindig valamilyen ideálisról is beszélünk közben, nem csak a tényekről. A Kertész Imre recepcióval kapcsolatban, Kőszegjával. Az a gond legalábbis számomra, hogy nagyon szép gesztus volt a svédek részéről, ha jól emlékszem, hogy odaadták mindenkinek ajándékba, minden iskolásnak a Kertész Imre svédre fordított sorstalanságát. De azt nagyon nem tudom elképzelni, hogy igazából mit tudtak vele kezdeni. Itt most sokszor szó volt arról, hogy hogyan lehetne ezt az emlékezetet, vagy bármi mást átvinni. Én úgy gondolom, hogy a sorstalanságot borzasztóan nehéz lehet. Ugyanis a maga a cím, ez a sorstalanság is egy olyan furcsa dolog, amit számomra legalábbis ez Eszterházy Péter egy mondata világított meg, amit csak hozzávetőlegesen így szól, hogy én bent dolgozom a szobába, a sorsomról kint döntenek. És nem úgy érzékel, nem tudom pontosan idézni, de nem az, mint hogyha most a kivégzőszék döntene, csak egyszerűen bármi, amit én majd megjelenek, abban majd valakik majd valahol dönteni fognak. Nos, ez az a helyzet, amit az emberek a lehető legnehezebben viselnek, hogy ezt tudomásul kellene venni, hogy ez a sorsunk, a sorstalanság. És ezt a gondolatot népszerűvé közgondolkodás részévé tenni, egyszer, szóval én nem is tudok más példát most a közelmúlt történelmében, mint a német kísérletet annak idején, a holokauszt megemésztésére és a német sors újrafeldolgozására, de ez is úgy érzem, hogy ez is egy nagyon érdekes és nagyon tartalmas kísérlet volt egészen addig, amíg a szocializmus fennállt. Csak nagyon kíváncsi lennék, hogy mi a véleménye erről előadóinknak. A sorstalanság kérdés van, hogy a mi sorsunk, a mi modern sorsunk, a sorstalanság. Igen. Én nem tudom, hogy ez hogy van, tehát természetesen az ember egyetért azonnal ezzel a kijelentéssel, mert maga is megtapasztalja ugyanezt. Másrészt pedig, hát nyilván azért a kertészregénynek van egy olyan ajánlása is, hogy miközben döntenek a sorsunkról, a közben az embernek mégiscsak van egy olyan lehetőség, hogy tudatos viszonyt építsen ki hozzá, és ezt nem a regénynek a szereplője teszi meg feltétlenül, bár a végére érdekes módon ilyen alakulás is történik, hanem pontosan ez az olvasónak a játéktere ebben a szövegben. Én se hiszek abban egyébként, meg nem gondolom, hogyha bármilyen iskolának, vagy a könyvtárellátón keresztül, nem tudom kiknek még szétosztanak könyveket, akkor ott bármi is történne a társadalomban, nem történik, de maga az a lehetőség, mint hogy minden irodalmi tulajdonképpen teljesen maga tehetetlen, hogy mondjam, a tömegnyomással szemben, és nem fog semmit végbevinni a világban. Egyrészt, másrészt viszont mégiscsak ott van folyamatosan, mint ajánlat, amelynek nem egy értelmezése létezik, és nem fogjuk lehet, hogy belőle megtudni pontosan, hogy mi volna például a sors, vagy mi volna a szabadságunk, vagy mit lehetne egyáltalán tenni a rosszal szemben, de mint egy olyan, mondjuk így, hogy dialogikus felület, ami alapján lehet beszélni, és ami mindig provokálja az emlékezetünket, erre a lehetőséget mégiscsak megadja, és aztán az már talán egy furfangosabb kérdés, hogy lehet ezzel ténylegesen valamit kezdeni. Az István szerint például olvasótáborokban lehetett ezzel valamit, profétai tanáregyéniségek szerint azért az iskolában mégiscsak nagyon sokat lehet tenni, mások szerint meg kevesebbet, mert elég kétségbeesetten lehet látni általában a szellem hatástalanságát mindenfajta durva erővel szemben. Mindenesetre a művek azért mindig felkínálják. Különben itt mondtál valamit, és ez talán válasz lenne, kicsi válasz arra a kérdésre, az okság kérdését bevetetted. István, te voltál, aki az okság kérdését bevetette. Bocsánat, kérek, úgy emlékszem rá, hogy azt akarom, hogy sorstalan élet, amely kizárólag causa efficiens van, és nincs causa finalis.
Tehát voltak éppen, nincs, valamiért nem élnek, valamiért nincs semmi. Minden, hogy, ahogy a Kertész Imre leírta, hogy a fiú elgondolja, összeült egy pár ember. Egy kitalálta a tábort, másik kitalálta a gáz, harmadik kitalálta ezt vagy azt, és ezek játszottak ezekkel az ötletekkel, és ennek az, ezeknek az ötleteknek a következménye, amit elszenvedek. Tehát csupa véletlen következménye, ez mind causa efficiens, és nincs miért, ugye nincs miért, ezért vagyunk kiszolgáltatva tökéletesen a véletlen hatalma. Voltak éppen sorstalanság, egy Isten nélküli világ, magyarul így mondanám. Ez az Isten nélküli világ, ahol sorstalanság van. Mert nincs cél, az ember életének nincs célja, még a halál sem a célja, ugye? Az csak megtörténik vele. Egyik. Ez a te ötleted volt. Egyik lehetséges értelmezés ennek a regénynek, és úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy mit osztanak szét az iskoláknak, mondjuk Svédországban a sorstalanságot, Magyarországon, ha jól emlékszem, az alaptörvényt osztották szét. Tehát azért ez az egy lehetőség. Nagyon sokan vették meg ugye a Nobel-díjas regényt, mert Nobel-díjas, körülbelül olyan ilyen hazafias lelkesedéssel, ahogy most szurkolunk a magyaroknak a selejtező csoportban, de azért ez elég sok helyre eljutott. Nincs lefutva ez a játszma. Nem tudjuk igazán, hogy milyen hatása van. Az egzisztencializmus most a 60-as, 70-es években előhozta Dostojevszkit. Anélkül Dostojevszki nem bukkant volna föl még egyszer. Borbé Szilárd, igen, úgy gondolom, hogy nagyon jól látod. Itt szintén egy ihletet, szintén egy szent mű, messze nem futott le ennek az olvasás története úgy szintén, de még, bocsánatot kérek, ez már blaszfémia, határát súrolja, ugye elfogyott a nagyon sok boltból a Kertész Imre, és eladták a Kertész Ákost is. Na most Kertész Ákos egyébként, Kertész Ákos egy kitűnő regényt írt annak ide, a Makra című regényt, egy ilyen antiszociál művet, és ha ezt most elolvasták Kertész Imre kegyelmének a ugye mellékvizén, akkor is valami jó dolog történt, de mondom, ezt nem viccesen mondom, természetesen. Igen, szóval nem, azt hiszem ennek a műnek a recepció és hatás történetének még a közepén vagyunk. Természetesen ilyen illúzióink, különleges illúzióink, hogy mágikus hatása ilyen műveknek van vagy nincs, ezt szerencsére nem tudjuk műszerekkel mérni. És van mágikus hatása volt a Lanzmann Show című filmjének is, és most a Saufiának is mágikus hatása van. Hihetetlen nagy hatása van, mágikus hatása van, ellenhatás is van. Ugye van, aki nem szereti azt a filmet, mert nem ilyenek vagyunk, mert mit tudod, a szokásos, de mágikus hatásuk van ezeknek, mind és együtt. És hát a sorstalanság hullámai, hogy erősítik fel a Saul fia hullámait, most hihetetlen. Még erről sem tudunk. Hihetetlen, egymást erősítik. Úgy gondoljuk, hogy igen. Engem rettek? Ja, bocsánat, forgásokat elém. Nagyon szíven ütött Donát Lászlónak ez a személyes visszatekintése, hogy édesapja nem beszélt a múltról. Megmondom miért. Az én korosztályomban, nekem is ez a személyes fájdalmam, hogy a szüleim nem beszéltek a múltról, és nagyon-nagyon sok velemkorú barátomnak ez a borzasztó nagy fájdalma, és mondjuk hozzátartozik, ami fokozza, vagy hatványra emeli a fájdalmat, hogy most már nincs is kit kérdeznünk. De nem ezt szerettem volna mondani, hanem egy kérdést intézni tudnék. Mi úgy nőttünk föl, a létező szocializmusban, hogy nem volt holokauszt, nem volt zsidóüldözés. Radnóti Miklós, mint antifasiszta halt meg. Szerbantal nem, mert Szerbantalt nem lehetett emlegetni. Tehát ő nem hallhatott meg. Igen. És valahogy én a magam részéről, meg azt hiszem sokan, akik úgy gondolkodtak, inkább utólag ezen, ezt besoroltuk a létező szocializmus anomáliái közé. Igen, ezt is elhallgatjuk.
És akkor a döbbenet erejével hatott rám, amikor olvasmányaimból és Izraelben élő barátaim személyes közléséből megtudtam azt, hogy Izraelben, ahol, bocsánat, most tényleg töményen élnek, hát nem azt akarom mondani, nem csak azok élnek, akik a holokauszt túlélői, vagy a holokauszt túlélők leszármazottjai, ott sem említették az egész szörnyűséget egészen az Eichmann per idejéig. A kérdésem a következő, mert okos embert szeretnék hallani, hogy ez az emlékezet kiesés, ami lehet, hogy egy-két évtized, lehet, hogy egy generáció, vagy két generáció, ez vajon mivel magyarázható? Tehát van ennek valami pszichológiai magyarázata, társadalmi mozgás magyarázata? Egy pici kis megvilágosodást szeretnék kapni. Természetesen gondolom, hogy Ági is és Marcell is reagál. Én egyetlen egyet szeretnék ezt hozzáfűzni. Tényleg lélektaninak gondolom. Bár, hogy egy picit elvegyem a mai jeli nyugalmát, mert a tényekkel kapcsolatban pont olyan ambivalens vagyok, mint amit Marcell az előbb visszaidézi, a 19. századvégi pozitivizmust és az ahhoz kapcsolódó összes illúziót fölvetett, de mégiscsak a derék kiváló nagyszakállú történész, öregszem. Nem, magyar. Komoróczi Géza, köszönöm szépen. Komoróczi Géza írt egy kiváló munkát, amelynek a harmadik vagy második kötete, egy szöveggyűjtemény, három kötetben jelent meg, de az a szöveggyűjtemény a legvégén, és hát persze az ember mindig, ha már ilyen így alakult a sorsa, vagy az élete, megnézi, hogy az apja szerepel-e, sok helyütt szerepel. De a legelső az hátborzongató. És Komoróczi Géza iránti szeretetem, meg nem is tudom, az, ami nyilván önben is munkál, még mind a mai napig visszatartott attól, hogy leüljek vele, hogy ezt a dokumentumot, amit csak úgy közöl, ezt tegyezzük vissza a történelembe. 1945 és 48 között az itt maradt árva emberek, gyerekek, elsőbb a gyerekekről van szó, zsidó származású gyerekek, Izrael államba való kiköltöztetése, nem akarom a szót használni, de muszáj, eladásáról van szó. Mennyit kérjen a magyar állam azokért, az árvákért, akiket Izrael állam meg akar tőle venni? Mivel apám a Központi Bizottság titkára volt, a jegyzőkönyveket ő vezette. Általában négyen tárgyaltak. Nem fogja kitalálni, hogy Rákosi Mátyáson kívül ki volt a másik három, de azért segített. Révai József, Gerő Ernő, a negyediket már nem tudom. Hát nem hátborzongató? Nem. Bunkó volt. Ilyen dolgokban nem vonták őt be. És nem is volt belügyminiszter. Lehet, hogy a Rajk volt egy időben, de nekem is megnézem a dokumentumot. Hanem a dolognak az a rettenete, hogy küldenek egy fiatal embert Izraelből, akivel tűnösen a titkár tárgyal. A titkár készíti elő a többiek számára a fölvetett problémát. És politikai állásfoglalás születik arról, kiket nem engedhetünk ki, a tanultakat, a képzetteket, akik majd az országot újjáépítik. És kik azok, akik? Hát vigyék. Most megáll bennem az ütő. Mert erről sem, ha Komoróczi Géza ezt a dokumentumot véletlen a Pártörténeti Intézet, ma Politikatudományi Intézetnek, Történeti Intézetnek hívják, és a kiváló Földes Gyuri barátom vezeti, ő nem adta a kezembe. Ha elég gazdag a fantáziája, ki is találja, hogy miért. A Komoróczi meg derék történész, pozitivista történész belefűzte az én sorstalanságomba egy adalékot, ami hátborzongató.
De azt gondolom, hogy egész egyszerűen van valami, amit, hiszen ismertem Lukács Györgyöt és Rajk Júliát, Mirei Ferencet, és nem folytatom. Embereket, akik rettenetes életet éltek, nagy műveket hoztak létre, és nagyon sokat szenvedtek, és nagyon sok bűn is terhelte az életüket. Talán több szenvedés, mint bűn, de ezt majd az örökkivaló eldönti. Amit mindegyiknél éreztem, az egyfajta különös visszafogottság volt, majdhogy nem szégyen. Hogy mindez... Hagyjuk, beszéljek erről a szóról, mert hiszen a holokauszt egy traumatikus élmény volt, és a trauma, a közösségi trauma ugyanazt a reakciót váltja ki, mint az individuális trauma. Egy megerőszakolt lány szégyeli, hogy megerőszakolták, eltitkolja, hosszú éveken keresztül eltitkolja, mert a szégyen. Mikor egy népet megerőszakolnak, az is szégyeli magát. Ugye a cionizmusban az én voltam 2 évig, cionista, kizárólag a varsói gettó ellenállóiról beszéltek, a többiek, mint birkát hagyták magukat a vágóhídra vinni. Azokat szégyeltük, ugye szégyen áldozatnak lenni. Csak a harcosok, a hősök, az igazak. Tehát pontosan a régi gondolat, hogy az áldozat szégyelje magát, mert valahogy ő oka annak, hogy áldozat le. Ahogy a megerőszakot, ő valahogy ugye ő akart, hogy megerőszakolják. Valahogy a zsidóság is úgy akart, hogy megerőszakolják. Úgyhogy hosszú ideig tart, míg jön létre a traumaelbeszélés. 10-15 évre kell eltelnie, míg elkezdenek beszélni a dologról. És jön a traumaelbeszélés, elbeszélés, ez a volt, hogy nem szűnik meg a trauma, de megszűnik a némaság. Hogy megszűnik a némaság, amiben valahogyan nem is gyógyítás, mert a sebek nem hegednek be, hanem voltak éppen lehet a sebekről beszélni, akkor már más a reakció, normalizálódik egy bizonyos fakig az ember. Úgyhogy ezért válaszolom, igenis a traumát szégyeljük, és éppen úgy szégyeljük a kollektív traumát, ahogy az egyéni traumát szégyeljük, és épp úgy szükség van a trauma elbeszélésre, és a kertészhez visszatérve, meg a Saul fiam, meg mindezek, ezek trauma elbeszélések, és mint trauma elbeszélések véget vetnek a szégyennek. Utolsó szó, Jogán Mártonfi Marcelt is hallgatjuk. Ez nagyon hálátlan dolog, mert én nem tudom himnikusan lezárni itt a mondottakat, vagy pláne nem összegezni, is tényszerű, ahogy akarod. Ez egy nagyon partikuláris hozzászólás marad itt, hogyha tényleg a legvége. És ugye ez a kérdéshez, hogy hogy lehet, hogy felejtés is van, elnézést. Én azt hiszem, hogy van egy harmadik generáció is már, amelyikkel talán Kertész is számol, sőt, még akkor is számol ezzel, amikor a holokausztról, mint kultúráról beszél, tehát ahol nem a kezdeti traumatikus felejtésről vagy elfolytásról van szó, és nem is azután a trauma tudatos feldolgozásáról, hanem már egy olyasfajta öntudatról, amelyik nem akar folyton a szenvedésről beszélni, holott tud róla, amelyik nagyon sokrétűen közvetíti művészek, és be is fogadja ezeket a művészi közvetítéseket, de mindig tovább is lép ezen a dolgon. Nemrég beszéltem egy kiváló Tel Avivi hölgyel, aki hát az András Egyetemen tartott egy rövid kurzust arról, hogy hogyan oktatják a holokausztot Izraelben. Nagyon érdekes volt, mert azt mondta, hogy oktatják is, de úgy, hogy közben respektálják a mostani nemzedéknek azt az igényét, hogy ne folyton erről beszéljünk, vagy pedig lépjünk tovább a következtetések felé, hogy például egy olyan szituációban, amikor a rossznak nincsen igazán mértéke, amiről Ágnes beszélt, milyen módon lehet általában érzékenységet kialakítani a jó és a rossz megkülönböztetésére. És ez tulajdonképpen ugyanannak a kultúrája, már azon a fokon, amikor a közvetlen kapcsolata múlttal, a tanúk halálával megszakad, és egy új generáció a közvetítettségekben már azt is beleérti, amikor talán a felejtés is bizonyos értelemben vagy pozitív módon is akár részévé válik a múlthoz való viszonynak, tehát már nem traumatikusan viszonyulni a jelenhez és a jövőhöz. Amikor a kertész arról beszél, hogy a holokauszt maga kultúrává válik, akkor ennek persze az egyik aspektusa az a nagy kérdés, hogy az emlékezet hogyan tartható autentikusan fönn akkor is, amikor már nem lesznek emlékezők, de a másik része az, hogy például
hogyan alakítható egy olyan demokratikus társadalom, amelyikben maga az ölésnek, vagy a másik elpusztításának az ösztöne valamennyire visszaszorul. A kulturális amnéziáról egy személyes és számomra nagyon döbbenetes élmény. Két nagyobb szociográfiai munkában voltam benne, egyik kiskunvalláson kutattam 2 évig, aztán Tapolcán szintén 2 évig. Rengeteg interjút készítettünk. Kiskunhalason 2 alkalommal, 2 kérdezettől hallottam azt a szót mindössze, hogy zsidó. A könyvtár igazgatóra mondták, hogy egy zsidó könyvkereskedő család egyik tagja, és a másik is elég semleges. Volt ott egy zsinagóga, egy udvar közepén, nem is lehet látni, nem volt téma. Tapolcán hasonló volt a helyzet. Ott szó volt a híres hentesről, hogy ő egy zsidó család, és ez apósa volt az ottan akkori eurókommunista, tehát egy nagyon nyitott pártitkárnak, több nem. 2015-ben jelent meg Tapolcán az ottani zsidóságról egy könyv. Tapolcán a Polgár 45 előtt magyar zsidó volt. 2 újságot is szerkesztettek. Hát a vasutas volt elég sok, de azt nem tekinthető ilyen értelemben polgárnak, a polgárság. Amikor elvitték, még nem Auschwitzba, hanem csak a gettóba a zsidókat, leállt az egész város, a kereskedelem, a szőlő, termesztés, a közlekedés, ott voltak a szakemberek. Rohantak be a gettóba, és tanácsot kértek, hogy hogy csinálják, erre összesen 1 hetük volt, mert elvitték őket. Na most mindezt úgy tűnik, hogy ez a város elfelejtette, illetve hát most pótolják, ugye múlt évben jelent meg egy egykori könyvtárigazgató, meg egy fiatal, most már hozzám képest, fiatal költő, kertész, ő is kertész, de nem Imre és nem Ákos, és a Németh István Péter költő barátom írtak egy könyvecskét, és hát döbbenetes élmény volt a tapolcaiaknak egy sorstalansággal fölérő, egy olyan városba, ahol 3, most már 5 éve elkeresztelték Bacsányi városába a városi könyvtárt, Vas Albert városi könyvtárnak, és tudjuk, hogy most már 1 éve jobbikos polgármestere van. Ezt egy egyesület adta ki a könyvet, tehát nem a város, nem a városi könyvtár. Hozzáteszem, egy hát jelentős mértékű kulturális amnézia következett be még a 80-as évekhez képest, ahol volt egy eurókommunista pártitkár, de ez egy egészen más téma, nem akarom elterelni. A kultúra. Akkor én meg azt mondhatom, igenis, mit csináljak én? Nekem akkor nagyon szégyelni kell magamat, hogy 2 évig kutattam az egyik városba és a másik városba, és nem sikerült nekem felfedeznem. Mindkét városba rendkívül jelentős szerepet játszott a zsidó polgárság, a magyar zsidó polgárság város történetében. Hát majd vissza lehet élni ezekre a témákra ősztől, később. Ez a nagy szerep a helyi történetnek. Órián, én is. A helyi történet mindig ilyen bogarászó öreg uraknak abszolút nem erről van szó, mert hát ha valóban de te is mondod azt hiszem, Marcell, milyen fontos a történetet első lépésként. Köszönöm szépen kedves odaadó figyelmüket, és akkor hát nyári szünet, töltekezés, és hát ősszel nekivágunk, folytatjuk. Köszönöm szépen.